Tudod, mi történik idén ősszel? Nem, nem arra gondolunk. Hanem arra, hogy Magyarország leghallgatottabb rádiójának reggeli műsora, ahogy 7 éve mindig, idén ősszel is bejárja az országot. Mass FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. Láttad már a Morning Show-t élőben? Most ne hagyd ki, mert ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy nyersz egy vadonatúj autót. Igen! Lehet, hogy nyersz egy laktózmentes tejjel telipakolt hűtőt. Igen! Lehet, hogy értékes akkumulátoros gépre teszel szert. Igen! Lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen gigantikus élményben részed. Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Sopron, Kaposvár, Baja, Eger és végül Budapest, ahol ráadásul a Dunán egy hajó leszünk. Valaki utánunk csinálja ezt. No. Klassz FM Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. A jövő héten elindulunk. Perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani, hello, drága hallgatók, ha, mi újság van? Hát 10 fok, igen, csípős. Bekapcsolt a fűtésünk, azért. Mert ugye ilyen termosztátos a pecóban a izé, és ilyen 18 körül így megállítottam, mondom, hát ha valami baj van, és tegnap délután, illetve már egy este felé, csak hallom, hogy beindul a kazán, mondom, gyerekek, mi van? Menekül a pókcsalád, aki beköltözött már nem, így tavasszal, már nyáron. Már így vannak a sarokban összehúzódva, úgyhogy elindult a kis fűtés. Igen, nekem is kellett már megnéznem, lemennem. Na jó, én az alagút rendszerbe a ház alá. Én lekapcsoltam. Mondom, nem dorbézolunk itt, szeptember van, ilyenkor nem fűtünk, takarózzál be, gyerek, nem? Hát, ha hova még? Tehát én kinyitottam az ajtót, már csak a kiszaladt, és így jött be a leveg, és így az arcomon összeugrott a bőr, én mondom, basszus, itt felsőruházatról gondoskodni kell, már befelé jövett, mert fűteni biztos, hogy nem fognak, meg egyébként még ilyenkor ne is fűtsenek. Hát este már kell, szóval az autóbuszok, persze nem, de én is annyira azt éreztem, hogy hideg van reggel a házban, hogy mondom, most pázi, hogy le kell mennem, be kell kapcsolni majd, mert hogy még nappal oké, de az éjszakák már csípősek nálunk. Távfűtősök mi? Október 15, vagy hogy van? Már nem is az, hát a fűtési szezon az valahogy úgy indul, igen, de ha nagyon hideg van, akkor előrébb hozzák. Rákapcsolnak. Akkor rákapcsolnak. Mi van nálatok az alaksorban? Még kell neked lemenni? Oda, ott van a kazamatákhoz, a pincerendszerben. Ott van a kazán. Ott kell beröffenteni. Ez az a kazán, amivel éves küzdelmeink vannak? Nem, ez az a kazán, amit megcsináltak. Kicseréltek. Villámhatása, indukció, agyonverte. Emlékszem, de hülye vagyok a nagy pont odavert egy nagy villám, hát pont agyonverte azt a kazán, és akkor kilecserélve és modernizálva lett a fűtés. Úgyhogy nagyon menő kis Vajland kazanom van most is. Vajland? Figyelj, megszólal. Köszön, szia kis gazdám, mit tehetek érted? Mondom, dolgoz keményen, fázik a család, jól van kis gazdám, rakok még a tűzre, mondta a kazán, és elkezdett de a tűzre pakolni. De oda van láncolva mellé egy karbantartó, nem? Hát ne bánts meg, hát, ha egy lenne az, hogy lenne ott rend abban a nagyházban. Ez csak ciki. Fűtők dolgoznak többen. Három fűtő dolgozik, ketten kezelik a vízét. Szóval, hogy itt kemény meló van, érted? Hát, és akkor még nem beszélve a többi foglalatosságról. Úgyhogy muszáj. De még jó idő lesz, és jövéten is jó idő lesz, amikor ugye turnézni indulunk. Pont Baján leszünk. Így van, most Baján vagyunk egy hét múlva, de Sopronban kezdünk a Deák téren jövő hétfőn, és aztán Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. Föltettük a helyszíneket a Facebookra, nem is néztem. Szerintem nem. Nem. A helyszíneket azt nem tudom, hogy miért. Ugye a helyszínek azok fönn voltak, de a konkrét helyszín, tehát az, hogy melyik téren leszünk, az még nem annyira. Nem, hogy felrakjuk Instára is. Körülbelül az, ugye, ahova szoktunk menni. Nem. Nem? Mások nem, most? Nem, Egerben sem oda megyünk, ahova egyébként mentünk, és Baján sem ott leszünk. Baján nem ott leszünk, pedig ez egy jó helyszín volt ott Baján. Még jobb lesz, mert hogy közvetlenül, tehát hogy annyi dolgunk csak lesz, hogy reggel felkelünk. A kérre leszünk közvetlen? Igen, sétálunk körülbelül 30 métert, tehát és akkor már túlmentünk. Igen. Én kocsival megyek. Jó, de mindenképpen. Az a lényeg, hogy 5 óra 59. De csak annyit kell majd tenned, hogy ki kell engedned a kéziféket, és oda gurul. Az jó, én mindenképpen úgy megyek. Tehát, hogy szeretnék. Emlékszem a szállodára, onnan át szeretnék gurulni a szálloda előtt található térre. Az a Szent Háromság tér, és egy gyönyörű otthon, ugye a polgármesteri hivatal is, meg az egész egyik az nagyon szép. Igen, akkor éppen felújították, amikor voltunk, szerintem azért nem kaptunk akkor engedélyt az ottani kitelepülésre, de most ez már megvan. Na, hát is milyen jó volt ott Baján, reméljük, hogy nagyon jó. Mi volt ott, rétesünk volt, vagy rétes? Rétesünk volt, igen. Igen, meg túros huszam. Meg a hát meg valaki, hogy fogyasztott egyébként halpaprikást is, úgy tudom egyébként a stábból. Hát utána jön rengeteg, hát Baja.
Miért elmentünk kajálni, igen, a Zsuzsékkal. Nem az nem is ember, én. Laciékkal. Ott kajáltunk egy jó, nagyon jó, ilyen kis szigetre átmentünk, és ott van étterembe kajáltunk, de jó, jó, jó is. Nagyon kis fincsi volt. Jó is volt, igen. Én ugyanott ettem túros csúszát, és zseniális volt. Házi lebbens tésztával, házi tejföl túróval. De jó volt. Na, minden esetre így van, tehát ott leszünk majd jövő hét szerdán, de addig még Kaposvár, Sopron hétfő, kedd, Eger pedig csütörtök, vagyis holnaphoz egy hétre, valamint ugye Budapesten adjuk majd át az autót valamelyik szerencsés nyertesnek, mert hogy bárki, aki oda jön a helyszínre, az esélyt adhat magának, hogy nyerjen. Igen. Egy vadonatúj Suzuki-t. 0 kilométeresen szalomból kigurulhat erre. Hát azért kimarad, az, lemarad. Aki kimarad, lemarad, nem is nagyon megyünk többet turnézni Klassz FM-mel, egy ideig egészen biztos, hát ugye ahogy halljuk, azért itt kiírják az új frekvenciát, és pályázunk. Nyilván pályázik a rádió, persze, hát bízunk a legjobbakban, de november közepén elhallgatunk. Ez egészen biztos. Vissza nem térő alkalom. Abból is lehet látni egyébként, hogy nagyon sokan megérezték már, hogy itt ez egy visszatemtérő alkalom, hogy egyre több olyan kérés kapunk a webmailünkre, hogy küldjünk egy bögrét, mert még az nincsen. Tényleg. Jó, hát figyelj, de nem, ez nem így, nem, ez bögrét nem lehet így nyerni, hogy küldjünk egy bögrét. Nem, szóval hát, ez olyan, mint a, érted, a gyémánt forgalma a gyémánt piacon, azt is mesterségesen visszatartják, irányítják, és csak mindig kevesre dobnak a piacra, mert elértéktelenül. Mindenkinek nyakra, főre küldenénk bögrét, az azért tessék megdolgozni, ez legyen egy érték, nem? Nem csak úgy, hogy az embernek bögréje. Bögrét. Hát azért ezt tessék megdolgozni, aki megdolgozik, hát ez megkapja. De ne kapjon azért mindenki. Nem vagyok bögre így, de nem. De hát azért azt úgy kell, akkor annak van értéke. Ha mindenkit elárasztunk bögrével, akkor tök értéket elárasztunk. Általában udvariasan leszerelem ezeket a kéréseket, és kiváltom egy dedikált autogramkártyával. Nagyon jó, hogy ne bántódjon meg a kedves hallgató. Nem, örülnek neki általában. Én bögrét kértem. Néha a szívem megszakad, mert most legutóbb is küldött három nagyon kedves lány fényképpel együtt egy kérést, és hogy és nagyon minél, kedves, nagyon kedves. De hogy azokat miért nem látjuk? Mit? Miért nem látjuk? Hát nem tudom, szokjál rá így most már 7 év után, hogy néha rálinzem a levelezésünkre. De te csinálod, én nem akarjuk kivenni mi a kezéből. Én nagyon szívesen. Ne kivennénk a kezéből ezt a, hát úgy imádja, úgy csinálja, érted? Hát most fosszunk. Szereti ő ezt, ide jöjjön házmesterkedni. Házmesterkedési vénában van megállva, hogy szereti ő ezt. Ezt tudom, hogy csak miattam nem nézel. Jani, hát hogy? Hát megmondom a beleépő kódot is, bármikor megfosztam. Hát, csak ilyenkor ez dobd át, amikor van valami ilyen izgalmas. Holnap szilveszter, ki mire bulizik, kérdezi Miki. Aha, hát egyébként. Miki bulizik? Pam, pam, pam. Emlékeztek el? Emlékeztek el a dalra? Itt van. Hallgatni. Mi lehet velük? Van új daluk? Meg kéne nézni, hogy van-e Elmikinek új dala. Mert egyébként ez egy jó dal volt. Tényleg, hát múlt héten volt karácsony csütörtökön, akkor most szilveszter van. Elviekben most kellene lenni szilveszternek. Szilveszteri hangulat van, és már nem hiányoltam a kávét, amit meg kellett volna innom előtte, mert hogy odaálltam majd a autóbusz pályaudvaron az automat emel, és gondoltam, hogy egy kisebb készpénzösszeget, ahogy szoktátok mondani, felveszek. Ezt nem sikerült, és nem sikerült a bankkártyámat sem visszakapni, úgyhogy nagyon örül, abban a pillanatban kipattant a szemem. Ma reggel elvitte a bankkártyát. Persze, igen, ezzel indult a napom, úgyhogy nekem nagyon kellemesen kezdődött ez a szerda reggel, ami amúgy is viszonylag nehézre szokott sikerülni. És ott álltam, és így, hello, valamit, pénzt, kártya, semmi. És akkor kértek, hogy sajnos a bankautomata meghibásodás miatt nem üzemel. Hívja a következő számokat. Úgyhogy volt egy nagyon kellemes beszélgetésem az egyik hárombetűs banknak a... De milyen, hogy te felhívod? Hát persze, hogy felhívom. A kártyát, ott van. És képzeld, hogy negyed óra múlva. Benne van a kártya, azt hiszem, hogy csak simán nem üzemel. Nem, letolja, azt tovább megy. Azt hiszem, hogy te ott vizet a őknyhetesen nem köszönjük. Se pénz, se posztlagy szok. Tehát mondom meg, se bankkártya, ami... Beszipantotta a bankkártyát. Csörögtem, egy nagyon kedves, nagyon álmos hang fölvette. Elkért a kis személyadataimat, édesanyja neve, lakcíme, stb. Aztán ránézett a bankkártya, és mondta, hogy maradjak ott az automata mellett. Aztán egyeztet a biztonsági erőkkel, és akkor, hogyha esetleg ilyen emberi időpontban mennék ki, akkor megvárhatom. Aha, tehát aztán... 8-ra kiérnek a igen, kordig. Igen. Úgyhogy, de nagyon oda jött, hogy nem vártad, meg eljöttél? Nem, mert visszaadta. Hál' Istennek visszaadta. Ez csak visszaadta. Visszaadta. Kiköpte. Igen, ezért nem szabadott. Mint Han Solo-t, vagy Luke Skywalker? Úgy van. Ugyanúgy kiköpte? Úgy van.
mint a kutyás persélye nyelvét így kidugta. És ha nem, akkor mi történik egyébként? Akkor ők kiszedik, és majd visszaküldik neked? Az van, hogy igen, hogy mondta, hogy mindenképpen maradjak ott, várjam meg, hogy mikor mennek ki a biztonságiak, azt ő jelzi, és abban az esetben, hogyha mondjuk nem egy ilyen vállalható időpont, tehát 3,5 óra múlva érkeznek, akkor ő a letiltás mellett dönten a helyemben, ahogy azt javasolna. Úgyhogy ott maradtam egy picit, vártam, egyszer csak az autómtól. És ha mondjuk te nem érsz rá, mert a beteg... Akkor le kell tiltani azonnal. Várjál, akkor te elmész onnan, jön a következő kuncsaft, és neki lehet, hogy kiadja a bankkártyát. Igen. És akkor mindig a következő ember az előző emberek a bankkártyájával. Ez vagy a fenébe, ez nem annyira szerencsés, mert én akkor interneten tudok vásárolni a te kártyáddal. Ugyanis ott van a 3 jegyű titkos kódod a kártya másik oldalán, ami egy 3 jegyű szám, meg ott van a 16 számod elől. Tehát én azzal gyorsan fizetni vele mondjuk. Én azzal gyorsan, igen, befizetek. Pam-pam. Telefont is be tudsz fizetni. Be tudom, simán. Hoz, hogy? Mit? Mert azokat a, hogy hívják, okat, ugye kéri azt a számot, ami a kártyával, még van egy kéri a lejáratnak kódod. A dátumát, hát nem kéri a telefonon keresztül? Ez a másik oldalán. Nem. Kapsz egy telefonszámlát a szolgáltatótól, hogy ezt fizess be, kattintasz rá, kapsz egy, hogy hívják ott, ugye egy SMS-es belépőkódot, korlátozott lehetőség, és utána kéri a bankkártyának azokat a bizonyos adatait, de ott nem kér. És ott nem kér más kódot? Nem. Kéri a 3 a CV kódot kéri. Igen. Na, így tudok, így veszek repülőjegyet is magamnak egyébként. Pontosan. Ez jó hülye rendszer. Hát igen. Szerencsé, hogy ott maradtál és váltál magányosan. Bizony. Érted? Arról nem beszél, hogy mit tudom, mi lehet például a szerencsejáték ZRT-nek egy nagyobb összeget gyorsan felutalni a kis izétre, oldaladra, stb. Tehát a kártya segítségével. Tehát mindenképpen meg kell várni, hogy mit reagálnak rá, és hogyha nem jön ki a biztonsági őr, vagy a hogy hívják, a szerelők, akkor... De annyira nem ismerte ezt a kártyafajtát, amit volt, hogy kiköptem, még egy OTP juniorod volt 1997-ből. Igen. Junior, emlékezzek, hogy egy junior kártya, nem tudom, mi volt régen. És mondta, ezzel nem tud mit csinálni, tehát ez mi az Isten, és egyszerűen ki kilökte a beléből. Postabank. Tényleg, postabank kártya volt, igen, és nem tudott vele mit csinálni, és kidobta. Na jó van, oké, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t. Jani, hogy... ez annyira te vagy, írja Jenő reggel. Miért? Mert ebben az országban tényleg máshol nem fordult még elő. Nem magadra, de ez tényleg te vagy. Aha, miért is? Mert ez te vagy, mert az nem te lennél, hogy oda mész, bedugod, kiveszed a pénzt és bejössz. Tehát te késed le a villamos. Neked nem jó a kártyád. A más nem szokta lekésni a villamos. Leszokta, de hármunk közül azért ez önmagában abszolút te vagy. Hogy bedugod, állsz, lúzerkedsz kicsit, telefonálsz, beszélsz egy álmos ügyintézővel, kiköpik a kártyádat és aztán távozol. Jenő, hogyha neked ettől jobb a reggel, és ez neked támasz a hétköznapokban, akkor igen, van valaki, aki még nálad is nagyobb lúz. Most egyszerűen egyet kell, hogy teljesen hétköznapi sztori. Persze hétköznapi, de miért nem velem történik, vagy a Ferivel? Mondjuk nem járunk villamossal. Most nem ad, jó, most te ne nyaljál, te puncs király, érted? Hát most miért te beszarik vacc? Ez az adjál neki. Jó, tegnap pinnam a fasz, király. És még csak fél hét van, drága hallgatók. De nem úgy van, nem mindegy. Három közül ez Jani sztori. Tehát bejössz és elmeséled, azt mondom, hogy ez a Janival szokott megtörténni. Hát mi A-ból B-be autóval jártok, hát így viszonylag keveset találkoztatok így ezekre a hétköznapi szituációkkal. Még azért bankkártyád, automatával azért egy csomószor találkozom. Jó, mindig egy táska készpénzzel jártál. Igen, egy oda bilincselt izén arra a táskával, persze. Na jó, oké, nem húzom ki tovább a gyufát, mert láttam, hogy... Majd hét után még csesztetlek titeket. Sajó Szentpéter és Barcika között a Borsodkemnél lámpás gyalogos átkerülnél autós koccant robogossal mentőrendőr a helyszínen. Tomi, jaj. Reméljük, nincs komoly baja senkinek. Azt mondja, hogy Balinak mondanám, Halássára 50 méteres közelben van egy fullos teniszpálya, tehát játszhatunk majd Zsolti. Küldte, Zsolti, jó, meglegyük. Ez mérget még azért ne kezdjél el erre szedni. Hosszú távon. Azt mondja, hogy Jani, ez annyira te vagy, ezt beolvastad? Igen. Azért még egyszer csak. Nem tudod, ez is nem. Máson is fordul el nekik. Ja, bocsánat, hülye vagyok, ezt már beolvastunk. Te Janira nem írtak valamit? Nézem, ezt az egyet látom csak. Azt mondja, hogy igen. Budapesten a főtáv fűtési szezon szeptember 15-től indul, de október 15-ig csak akkor fűtenek, ha az épület kéri. Egy közös képviselő. Köszönjük szépen. Akkor ezek szerint kérte, hát gyerekek megfagynak a panelba, ha ilyen idő lesz. Szeged 11 fok, az se túl meggyőző, és hát nagyjából ennyi. Gyalogos gázolás Sopronból kifelé a határ felé félpályás utcára alakul a dugó. Zsolti, köszi, hogy elküldted nekünk.
Na jó, hogy állunk játékkal? Anna megírtam. 2-0-ra vezetünk, én úgy emlékszem, de akkor nézzük meg, Anna, mi. Igen, tök igazad van. 2-0, kétszer játszottál te, úgyhogy ma is te jössz. Jenő békülni akar, Jani, mi így szeretünk téged, Jenő. Azt nézem, hogy ez valójában Jenő küldte. Igen, valóban ő küldte. Na, Jenő, én is. Jani, mi így szeretünk téged, hogy mindig elnyeli a bankkártyádat a bankautomata. Nem, ezt nem írta oda. Jó, majd Jenő, ne legyél puha, nem kell most puncsolni. Fekete listára rajak Jani, de igazából semmi. Az is fura egyébként, hogy még látom az SMS-et. Valamit erre a szó kattintott. Nem, semmi gond nincs ilyen. Az égvilág. Jani, az iskola bélyegek meg vannak, még kérdez egy hallgató. Hogy ne volnának meg? Jó kis iskola bélyeggyűjtés füzetbe emlékeztem, hogy Lutra albumban milyen jó is volt az. Lutra album. A Lutra használ, mi meg, bennünket az már nem kapott el, az már... Én még azt lutráztam, Mi egy ilyen kék színű, hát nem is tudom, újra gyártott papírból nyomtattak egy kétoldalú gyűjtőfüzetet, azon semmiféle az. Egy kis rajz volt De a bélyegeken mindig voltak ilyen bicikli, meg ilyenek, amiket lehetett nyelni. Jó, figyelj, Jenő, volt, hogy éveken keresztül gyűjtögettem, és utána pedig elfelejtettem beváltani, és ott maradt nekem az a rengeteg takarékbélyeg, illetve pénzforma, és nem váltottam, mert nem vettem semmit. Ez annyira te vagy. Jani, ez megint annyira te vagy. Igen. Na jó van. Oké, drága hallgató, aki úgy érzi, hogy játszana velünk, az írjon SMS-t. Jó, jelentkezzetek játékra, Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után, 7:30 múlt pontos 3. Kilenc perc van pontosan. Kilenc óra. Gyerekek, muszáj volt oda vágni. Itt vagyunk. Azt mondja, hogy még fel sem ébredtem igazán, mert majd én hívlak titeket SMS helyett, úgyhogy felkeltem a Katyát, ha játszani szeretnék. Hát SMS-be lehet jelentkezni, de ha gondolod, és úgy jobb, akkor hívjál minket. Aztán a 4-es felújítás miatt Szolnok már most beállt. Nagykanizsán 5,5 fok volt ma reggel, Andi küldte nekünk. És azt nézem, hogy valaki írt nekünk, hogy a harmadik kerületben van valami, de nem látom, hogy mi, és nem látom, hogy hol. De minden más az, az konkrét. Jó, megtalálom, és akkor beolvasom, mert fontosnak tűnt az ő SMS-e. És ha már volt ilyen kedves, hogy elküldte nekünk, akkor olvassuk be, nem? Hát de persze, bizony. Hát a hallgató az első. Igen. Záhony mínusz 6 fok, sosem. Jó, persze. Vagy, okay. Vagy kötőjelre írtad, Záhony kötőjel 6, kötőjel fok, úgy sem rossz. Bár nyírvától 6 óra 45-kor plusz 7 fok a hőmérséklet. Téli gumi. Az már téli gumi. Az. Az már téli gumi. Igen. Na jó van. Megvan az SMS, hogy mi van a harmadik kerületben. Na. Kisceli múzeum. Például a Kisceli Múzeum, az is ott van. Vagy a Flórián tér. Na megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló. Halló, sziasztok, Tibi vagyok. Hello, Tibi, jó reggel. Ciao, Tibi. Sziasztok, jó reggel, csátok. Tibi, honnan hívtál minket? Bócsáról telefonálok, és éppen úton vagyok, de félreálltam. Úton vagy, de félreálltál. Jól van, kivel játszanál? Jánossal szeretnél. Jánossal szeretnél játszani. Jó, akkor indítjuk. Nem én. Mert van pár kérdésem. Na jó, készültél? Azt a mindenit. Gyorsan fejlődik. Bankkártyákkal kapcsolatos információk, ügyintézés, letiltás. Igen. Ennyi. Hallottam, képbe vagytok vele, úgyhogy jár. Na, sajnos igen. De csak ilyen az országban. Indítjuk az órát, jó? 3-2 tessék. Na, tett fel a kérdéseket. Sok van? Van egy pár, igen. Ott a vége, köszönjük szépen, van egy pár, igen. Mi lett volna az első? Hát... Ne szűkölj, te csináltad. Nem jó volt. Nagyon szerettem volna, pedig mindegy. Ez nem tartott most. Nem tartott sokáig. Nem. Lett volna a kérdésem, hogy Baján ettél halászlevet volt-e? Azt nem vett úrostasz, hát igen. Az jó, az is király. Igen. Indexelsz, Tibi, vagy mit csinálsz? Indexelsz? Igen, indexelsz. Nem origózik. Jó, oké, Tibi, hát figyelj, gondolj arra, hogy... Hát mit Majd még próbálkozok.
az első öt leghamarabb igenbe biztos benne vagy. Tehát, hogy egyfajta rekord, egyfajta rekorder vagy te is. Jó? Az is valami. Na, jól van. Okay. Köszi akkor, ciao. Köszi, sziasztok, hello. Szia, szép napot. Hello. Jani, nincs mit mondani, na, oda tetted, megcsináltad, meghúzgáltad, széttépted. Ilyen ő felhúzott, és ilyen. Látod, ilyen ő kellett neked reggel azt az SMS-t írni. Hát ez nem volt sokáig, ez nem tartott sokáig, gyerekek. Nem tartott sokáig. Egy szadista egy állat vagy a játékban, Jani. Komolyan. Fúj. Majd. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy közlekedés, Szent Gellért térnél a 7-es busz lerobbant a kanyarban, a buszok feltorlódtak, az autók is nehezen mennek üdvbe. Halljátok, hogy máshogy szólunk, mint ahogy még a hírek előtt szóltunk? Tök más minden. Én azt hallom, hogy ez olyan halk, mint a, akármicsoda, de most mit kiabáljunk meg. Neked de nem jó? Most nem lesz jó? Nem, teljesen máshogy szólunk, igen. Mert most járatodod be. Ezt tudod, ez olyan, mint a fülhallgatók, hogy kellek egy pár óra, amire elnyeri igazából azt a hangszint, ami egyébként így gyárilag is van. Tehát be kell járatodni, és most járatodod be. De most rosszabbul szól, most rosszabb az a baj. Hát ráfaragtunk. Rosszul járatodod be. 5 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, írjetek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ébredezik az ország, kicsit szürke idő van, picit borongós. De jön a napsütés állítólag, és hát nem tudom, mennyire tudják megmondani, hogy jövő héten milyen idő lesz. Talán a hétfő kedd már látszik a turnénkon, az utolsó turnénkon ráadásul jó idő lesz, úgy néz ki. Szerdára látok én most esőt az én telefonomon, de ez még semmit nem jelent. Hétfő kedden 20-22 fok, és napsütés. Ugye Sopron, Deák tér, ott kezdünk majd jövő héten hétfőn, aztán Kaposvár, Kossuth tér, Baja, Szentháromság tér, Eger, Gárdonyi Géza tér és Budapest, de feltesszük majd a pontos helyszíneket is a Facebookra és az Instagramra, hogy láthassátok, hogy hova megyünk. Nagyon szép a búcsunk egyébként szerintem, mert hogy egy autót is viszünk valakinek, aki még utoljára tőlünk nyerhet egy autót, és hűtőszekrény minden állomáson teli mindenféle laktózmentes termékekkel, szóval tele leszünk ajándékokkal, és szeretnénk még utoljára megörvendeztetni benneteket úgy, hogy elköszönünk ezen városoktól személyesen, és tulajdonképpen még valaki tényleg nyer egy autót, ami azért egy baromi nagy dolog. Nagyon jó. És nem csak a helyszínen lehet beugrani az autós játékba, ugye? Bizony, hanem lesz on-air játékunk is lesz. Amivel bekerülhetsz a nagyon, dologba. Nagyon csecsek is bucsú lesz. Sergővel, Cillövöldével, Dodgemmel van a cukor. Igen, körhintával ringvizsgélel. Ezt például nem csináltuk meg még, és ez tök jó lett volna egy ilyen igazi klasszikus búcsút rendezni. Nem? Most volt a hétvégén új kígyósan, te. Nem tudtunk menni. A híres kígyósi búcsú? Igen, szép. A házkutatás is volt, nem? Most új kígyósan. A híros. Az volt. És volt új kígyóson búcsú? Persze, múlt hétvégén, hát Mária napukán van, ugye, mert a Máriának szentelték a mi templomunkat, és akkor az mindig úgy van, hogy a templomi szenteléshez köthető következő hétvége, a búcsú, és hát kakasos nyalók, a hosszú cukor, medvetap, bocskosszi. Hát búcsú a búcsú. Persze, meg hát a sörgő. És a toklászba vagy kalászba volt buli után este, vagy mindig, az már nincs? Ott mi, hát az sajnos bezárt már. Hát bezárt, nincsen kalászdiszkó, vagy toklászdiszkó, vagy mi volt? A régió dolgokból, tudod? Kár, hogy a régió dolgokból nem maradt semmi. Két diszkónk volt, a toklász meg a róna. Róna étterem diszkója, egyik sincs már. Sajnos. Na, karany, kalász és lőrinc. Ezek dübörögtek. Jó is az. De egy jó kis régi búcsú. Én imádtam őket. Mit vinnénk? Egy céllövöldét vinnénk egy... Olyan nincs, sergő nélkül nincs búcsú, tehát hogy ez mindenképpen kellene. Szerintem egy ilyen gyerekeknek szóló ez a kis körhita, amin ugye a lovak mennek fel le halálosan. Izgalmas az egész. Igen. Meg ugye mindenképpen kellene ilyen kis horgászat. Pecázó, a gyerekek karikadobó. Azt imádják, karikadobó, meg finoman félrehordó. Puskák, ugye a céllövöldjében. A nagyon klasszik. Nagyon klasszik. A turkapálcákkal. Egy ilyen azért kellene szerintem. A nagyon klasszik. Na mit szóltok Brad Pitthez és Angelina Jolie-hoz? Hát egy kicsit... Istenem, hát ez a egy kicsit beszéljünk róla. Figyelj, engem ez megérintett ez a történet. Én úgy kedveltem őket, és úgy...
én nagyon-nagyon szeretem őket, meg olyan szimpik voltak ezzel a sok gyerekkel, meg hogy jöttek, mentek, vonultak állandóan, és úgy ez így derült égből a villámcsapás számomra, hogy Brad Pitt jó, és Angelina Jolie... Jó, megkajáltad te is ezt a boldogságot. Igen. Hát figyelj, két éve már. Inkább a Viki kajálta be, én mindig mondtam, hogy szerintem ott valakinek két pöcse van, de... Igen, és ez nem a Brad. Én szerintem mondtam, hogy az Angie ez egy kemény csaj, sokkal keményebb, mint amilyen kis törékenynek látszik, az egy kígyó, de hogy közben azért, hogy valahogy mégis sajnálom, és hogy mennyire nem megy azért ez szépen. Nem? Uh-huh. Tehát abban a pillanatban, hogy ugye beadja Angelina a vállópert, abban a pillanatban azért beindul a PR gépezet. És nyilván Angie imidzsét, és hát nem tudom, az anyaságba vetett hitünket, meg őt meg kell őrizni. Mit csinált? Okay. Azonnal rákente Bradre. Mert azt mondta neki az ügyvédje, és az ügynöke, és a sajtós, és mindenki, aki foglalkozik. Hát ez egy óriási marketing gépezet, hát nem sérült Angelina Jolie, hogy... Brad Pitt nevelésével nem igen. értett egyet, mert hogy füvezik, meg iszik meg. amit egyébként Brad is bevallott, hogy valójában sokat iszik. Keveri. Valamivel, viszkivel. Valójában sokat iszik, és amikor a Tarantino de meglátogatta, olvastam vele egy interjút, amikor a Tarantino meglátogatta valamit a Los Angeles-i valamelyik villájában, akkor az volt a legjobb, hogy hátul a kertbe jobb betéptek. Ez a Tarantinoval is fetrengtek hát a medence mellett. Persze, nem elít arról van szó, hogy Brad annyira nehezen viselte el azt a boldogságot, amivel a család élete járt, hogy ívott meg drogozott. Kellett és drogozni. Na mindez, az NG egyből lenyilatkozta, és hát nem lesz szépen vége ennek a történetnek valószínű. Néha láthatja majd a gyerekeket Brad, tehát, hogy így... Ja, de Brad szerintem szereti a gyerekeket, hát ez azonnal ugye Angie azt mondta, hogy akkor ő magához. Mindig megkínált őket füvest. nem tudhatjuk, hogy milyen apa volt, de biztos jó apa volt, legalábbis a képek alapján, de nyilván azért ez egy jól kitalált dolog, és valójában sosem fogunk belelátni, hogy mi történt. Szaftos pletyót nem mondott el a Angelina? Nem, kézzel az, hogy nincs harmadik. Tehát nincs harmadik. De hogy a Brad verte a gyereket, egy tasli elszaladt, vagy mitől volt rossz apa? Hát azért ez így elégták, fogom. Brad Pitt rossz apa, ezért elválok. De hát álltok, füvezett meg ívott, és dühkitörései voltak a marihuána miatt. Aha. Ami azért érdekes, hogy talán az ember állapodban ilyen chillout állapodba kerül. Tehát, hogy nem kezd el ütni, verni, belekedni. Valószínűleg az lehetett, hogy Brad még szeretett volna élni, Angelina meg csak az új Terézany akart már lenni. Lehet, hogy már ez is benne van, igen. Meg azért hát nem lehetett könnyű Angelina. Kiérte magát Billy Bob Thornton mellett. Nekem abban az időszakban volt egyébként szimpatikus. Hogy van ilyenkor? Egyébként ők leülnek ketten, és azok, akkor vegyük végig a kastélyokat. Az egy óra. Igen. Vegyük végig... Vegyük elő a házassági szerződést. Nézzük vegyük meg. Végig a házassági mit szerződést. Mit irattam veled annak idején arra? Nézzük meg, hogy mi van a te neveden. 6 Loire menti kastély. 7, igen, bocsánat. Nem akartanak átvágni kicsit. 4 Los Angeles-i villa. 3 franciaországi nem tudom milyen kastély, mert ők nagyon szerettek egyébként Európában tartózkodni. Tehát gondold el, ez milyen beszélgetés egyébként, nem? Amikor nem milliókról, milliárdokról dönt, ez mégis meg kell egyezni. Igen. Melyiket szeretted jobban? A Párizs mellett található kis, nem tudom, francia... Vagy a Mortadella mellett. Kastély, igen. Vagy a, nem tudom, az olasz Róma mellett található kis, ilyen, nem, zegzugos kis hegyvidékünket. Lehetnek is gálások, mert azért ott van mit a tejszínbe aprítani. Tehát, hogy ott nincsenek ilyen problémák. Én mindenképpen tényleg így gálás lennék, udvarias lennék, és lemondanék bizonyos dolgokat. Hát például mondanám Angelinek, hogy akkor tiéd a vietnámi árvaház. Vagy azt is vettek. Van nekik. A cashben például hogy osztozol? Ugye a házasság után az meg közös vagyonnak számít. Hát a magyar jog szerint igen, azért külföldön az nem tudom, hogy az angol száz jogrendszerben ez tulajdonképpen, hogy vagy a házasságban szerzett vagyon közös vagyon-e, de akkor elkezditek megszámolni. Igen. Egy millió. A Nokia-s dobozokat, kicsomagoljátok a csekkfüzeteteket, és megnézitek. Szóval, nem tudom, ez a világ nem az a világ már, amiben tegnap lefeküdtünk, hogy Brad és Angelina sincs már együtt. Hát milyen válási hullám van itt 2016-ban? Álltok, ez elmúlik. És utána megint majd összejönnek. 2017-től nyugodtabb évek következnek, ez a 16, ez egy ilyen nagyon-nagyon viharos év. Ha ezt megússzák a párkapcsolatok, akkor utána nyugi jön. Aki idén nem válik el, aha, az hosszú távon nyugira számíthat. De mennyit adsz? Még egy 5 év? Vagy nem, csak most nyugodtabb évek következnek, ez egy nagyon kemény év állítólag ez a 2016-os év. Sok párkapcsolat mentünk le. Hát itthon is azért látjuk, hogy mi történik. A legnagyobbak adják be a kulcsot, érted? Kata, miért csináljátok? Hajdú Sarka, Brad Pitt, Angelina, hát ez a világ nem ugyanaz. Tombolás jön most olyan Brad Pittnek? Nem, Jennifer Anistonnak jön most tombolás. Ja. Valószínűleg, amikor meghalott egy hét. Ez az! Ez az! Ez az!
Kocka! Igen, Angelina Jolie és Jennifer Aniston nem nagyon kedvelték. De még azért ott nem lehet nehéz csajozni, amikor George Clooney meg Brad Pitt így lekeveredik itt a, mint a George komoly tó melletti háza mellett egy kis bárba lemennek, azért ott Brad elég hamar be fog csajozni. Nem? Szóval nem, lehet, nem lehet egy bonyolult ügy, amikor ők elmennek mondjuk a Matt Damon, a George Clooney meg a Brad Pitt, kicsit belemennek a Los Angeles-i éjszakába, tudod? Így hát azért az úgy... Bekopognak egy háziból, ott nem csak a piát veszik el a George Clooney-tól, ahogy a reklámba. Pont a pia lesz legkevésbé érdekes. Meg George-a komoly kapcsolata van. Tehát te rohadék vagy. Nem, valami feleség. Igen, valami ügyvéd, valami olasz csajja jár, és nagyon híres ügyvédnővel jár. Meg egy pankrátor lányjal járt, hogyha emlékszem. Tehát ez nem volt egy rossz csaj. Figyelj, tehát hogy annyi olyan múlttal a hátad mögött már azért lehet egy komoly kapcsolatot is. Igen. Nekem azt mondta valaki, aki nagyon ért ezekhez a dolgokhoz, mert én is járok ilyen emberekhez, hogy 2016-ban nem szabad komoly horderejű, anyagi vonatkozású kérdéseket meghozni, lakást, házat venni, eladósodni, nagy vállalkozásba kezdeni. Azt kell, az fontos, azt írjátok arra. De hogy 16-ban nem, majd 17-ben, mert 16-ban, ha valami ilyen belemész. Tessék? Mert csak magam miatt kérdezem. 18-ban? És a 18-ban lehet. Hát nem tudom, 18-ban mi lesz, de 17 az egy sokkal jobb év erre. Na mindegy, Brad mennyi idős? Most akkor valószínűleg jön egy pár év azért. Akkor most egy pár évet azért meg fog húzni szerintem. Aha, kicsit megfiatalodik. Kicsit most akkor megfiatalodik. Most jönnek majd azok a képek tényleg, amikor felzárkozik ugye a bizony mellé, talán az Orlando Bloom mellé, aki most nemrégben villantotta ugye meg a kis Orlandót. Tehát, hogy most majd jönnek ezek a Brad Pitt-től, ezek a kicsit késő, ilyen kapuzárásos képek. Hát ők a Mr. és Mrs. filmben jöttek össze, ahol egyébként ölik egymást. Uh-huh. Tehát ott van a lövöldözés, a késelés, meg akarják egymást ölni, és ott a kapcsolatuk eleje az egy ilyen nagyon hideg, nagyon fura kapcsolat, amikor egy hosszú asztal két végén vacsoráznak, és így mind a kettő titkos ügynök. Megvan a filmen, tőled kérdezem. Igen, már valaki elmesélte. Ott van a peskős üveget, elkapja, hogy jelenti. Elkapja a peskős üveget. Azzal bukik le. Ez nem a tévéket önben? Hasonlóan lehet most a vacsorájuk, nem? Tehát most ugyanígy ülnek egy hosszú asztal két csak végén. Most már háttal is ülnek, nem csak a hosszú asztal két végén, hanem háttal. Eszik a borsót és a húst, és közben nagyon hideg beszélgetés. Igen. Szerintem ez már hónapok óta ez a sztori, ez már kb. Úgy nincs nézett ki, hogy ezek asztal, semmi, se közös asztal, hát közös ágy már szerintem évek óta nem lehetett köztük. Figyelj, én megnéztem ezt a By the Sea, ez a tengernél című film, ami egyébként az Angelina rendezte, és a Brad játsza benne a másik főszerepet. Egy nagyon érdekes hangulatú, egyébként nem rossz film, de rá kell hangolódni. Az arról szól, hogy Angelina depressziós, Brad Pitt alkoholista. És két egymástól elhidegült ember. Önéletrajzi ihletésű egy valószínű önéletrajzi ihletésű, ezzel a filmmel terápiás jelleggel próbálták megmenteni a saját kapcsolatukat. De hogy egyébként baromi jól mutatja be, hogy milyen az, amikor egy házasságban két ember elhidegül, az egyik iszik és menekül, a másik meg depressziós és önpusztító gondolatai vannak. És hát nézd meg! Valóságá vált. Most már erre lehet hivatkozni. A kíváncsiak rá, hogy mi történt velünk, nézzék meg a filmet. Akkor lehet, hogy ez csak egy ilyen hype a filmnek, nem? Na, hát már régi film, egy éves film, tehát annak már nincsen hype-ja. Tehát az már nem hiszem egy ilyen promóciós körútlen, hogy elválnak, hogy nézd meg a Tengernél című. Hogy Tengernél. Mi a cím a filmnek? Tengernél. Tenger. Yeah, by the sea. Igen. Nagy víz. Ja, tehát neked úgy mondom, hogy Tengernél. Én most nemrégiben láttam egy filmet, az volt a cím, hogy a By the Zero, egy rádiós tévés műsorvezetőről szólt, aki az M0-ás mellett lakik. És elveszik tőle a frekvenciát, és depressziós lesz. Mindenki tőle várja a válaszokat, és egyre nehezebb. Hogy vezeti le? Minden este egy üveg rozéval. Rosalina a legjobb barátja most, nem, őt már csak Rosalinával hívom. Rosalina és én nagyon jó barátok vagyunk, minden este találkozunk, én és a boros üveg. Gyerekek, muszáj valahol egy kicsit levezetni, komolyan. Igen. Tehát, hogy így 40 éves koromra eljutottam oda, hogy minden nap iszom egy kicsit majdnem. De ne, remélem a feleségem ezért nem fog tőlem elválni. Azt tudod, hogy nem lesznek dűkkitöréseim, tessék? Azt tudod, hogy ez már alkoholizmus. Nem látja, mert titokba csinálom. Akkor is. Hát magad előtt. Tök érdekes egyébként, hogy igazából nem az zavart, amiben általában zavarja az embereket ebben a jelenségben, hanem az, hogy nem tud róla a feleség. Nyugi, nem látja, mert titokba csinálom. Akkor nem vagyok. Kézzed, van egy olyan rozém, hogy nem kell bornyító, hanem csavaros a vége. Kicsi, visszacsavar, visszatesz. Odáig már jutott egy málna szörpe fölött? Nem, ugyanis van egy kinti hűtőnk, egy pici hűtő a teraszon kint, az egy ilyen kis pici hűtő, ott tartom, és oda lépek ki a teraszra, kétkor vissza, és visszatesz, és gyorsan megyünk. Megnézem, hogy milyen az ég, drágám. Kicsim csak kimegyek, leesett néhány levél, összesöprök a teraszon. Megmetszem a hibiszkuszt. Kis csavaros üveg leteker. Kicsit visszateker, és visszarak a
hűtőbe. Vegyél egy pár olyan üveget. Így ott vagyok. Drágám, kinyílt az erkélyajtó. Nem nyílt ki, csak én néztem ki. Megjöttem már a szomszéd. Ennyi, nagyon gyorsan. Egy pár olyan speciális üvegre van szükséged, ami a nyakáig van színezve csak. Honnan meg átlátszó. Úgy néz neki, mintha mindig teli lennének. Igen? Akkor mit ittam? Nem vagyok részeg. Tehát nem vagyok részeg. Minden részeg ezt mondja. Igen. Nem vagyok részeg, csak kicsit mindig tompítok a valóságon. Tehát nem vagyok részeg. Nem kezdem el felrúgni a gyerek játékos kosarát, meg hőzöngeni, hogy mi ez a cumis üveg itt, és meghúzom az anyateljes üveget, vagy az már nincs, a tápszeres üveget. Tehát nincs ilyen. Már volt, hogy mondtad, hogy csak Vikinek, picit pecsilingel mindig. Nem vagyok részeg, erre Vikinek a válasz az volt, igen, és gatya is van rajtad. Jó lesz most! Kivéte lesz ez. Na mindegy, szóval, hogy visszatérve, hát igen. Szóval elválnak. Elválnak ez a világ se a régi men. Mi elől menekülsz az alkoholba? Most már kezdjük, most már fejtsük föl. Te akarsz engem. Én nem iszom minden nap. Te vagy az alkohol. Az alkoholból neked, megfejteni. Mondom neked, show, hát mondom azért, neked, az alkoholista az tudjuk, az, hogy, aki tudjuk, minden hogy nap mi hol van. Jár, ugye? És az mindegy, hogy két kortyot iszol le, most vagy csatakrészen. Most én is kíváncsi vagyok rá, mire fogsz kiukadni cefrecézárt. Igen, hát, most te mondod, ne. De az a jó, amikor mindenki. Kíváncsi vagyok, mert biztos, hogy van, ilyenkor kell egy ázt előhúzni. Tehát senki nem számít. Na most erre vagyok kíváncsi, mit mondasz. Naponta iszik a napi ivás, ugye azt mondják, az az alkoholista, aki minden nap iszik, ha csak kicsit is, de iszik, érted? Nem az a lényeg, hogy csatakrészeg legyen. Minden nap a úgy jöttél be, hogy még Csukapetivel, meg Józsival, meg Áramszedő Jocóval, meg Kábeles Ferivel, meg nem tudom, a rozéstok a teraszra. Másnak macskái vannak, meg aranyhalai neked, meg húslomcái. Macskám is van, képzeld el. Gyerekek, a holnapi címlapok megvannak. Balázs 2. Alkoholista vagyok. Nem? De ez már itt a vég. Balázs élő műsorban vallotta be, hogy iszik. Ki nem nézi jó szemmel, meg tudnám inni. Life.hu és a kiskegyed most csapott a levegőbe. Ők írnak mindig ilyen rettenetesen ostoba címekkel ellátott, rettenetesen ostoba cikkeket. Nem? Hát te is. Balázs bevallotta alkoholistán. Együtt szoktatok inni? De mi ennek az események? Balázs, csalódtam benned, ez már alkoholizmus. A rendszeresség miatt. Nagyon sajnálom. Az a baj, hogy ez komolyan írja. Ez komolyan írja, mert lefelé vigyed. Lefelé vigyed szám. Együtt szoktunk-e inni? Hát van olyan, hogy én kapom rajta őt, és akkor... Tényleg? Hülye, de és akkor átnyújtja nekem az üveget, hogy ha már lebuktam, húzd meg te is. Csak egy kis tripleszek. Nem, ő abszintozik egyébként. Az jobban bejut. Néhányszor rákaptam, rajta kaptam, hogy abszintot iszik, de igazából már mindig eszméletlen volt. De egészségesebben, mert sima cukor helyett nyírfa cukorra önti. Jó, hát most mit van, figyeljetek, most persze, azt vesz ránk az első követ. Én nem iszom minden nap nyugi, tehát mielőtt a Life.hu tényleg a levegőbe csap, azért minden nap nem iszom. Egy üveg rozét majszolok már egy hete. Na, az nem számít alkoholizmus, nem? De olyan nem volt még, hogy korábban értél egy picit haza, és rajta kaptad a Vikit, ahogy mit tudom én, Éva Vermuta kínálgatja a vízorral leolvasom. Éva Vermuttal. Na jó van, Bredéknek kívánjuk a legjobbakat, nem? Persze, így van. Hogy nagyon gyorsan váljanak a egymástól, és kezdjenek el újra élni. Hát, ha visszajön belé. Milyen lehet, ez egy ilyen Bred feleséget keres buli, nem? Lenne sorállás. Bred feleséget keres, igen, mennek Vegázba. Na, egy nagyon fura dolgot láttam valamikor, tegnap vagy tegnap előtt, el is felejtettem nektek elmesélni, és azon gondolkoztam, hogy biztos mindenkinek van hasonló élménye, ugyanis sokan BKV-znak. Én nem utaztam BKV-n, de mentem Török Bálint felé, és arra megy egy távolsági busz. És a hetesen mentem, tehát kicsit más irányból közelítettem, és a hetesnek az a lényege, hogy ugye, ha bejön eléd egy távolsági busz, azt nem tudod nagyon megelőzni. Nem tud nagyon megelőzni, mert viszonylag sok a szembejövő forgalom. Hová akarok ezzel kiukatni? Hát valószínűleg, ahol laksz, oda akartál vele kiukatni a hetesen. Igen, ez egy érd-diós szakaszon volt egyébként. Érd-diós. Áll emberünk a távolsági buszon, és háttal nekem, mert én mentem a busz mögött. És ő ugye neki támaszkodva a korlátnak a nagy ablakon állt a busz hátuljában.
majd megfordult emberünk, egy elég fura kinézetű csávó volt, egy kis vékony, egy kis bovdán karoka, és elkezdett a korláton, a hátsó korláton, ami ott van a nagy ablakba, elkezdett fekve nyomni. Nagyon jó. Ugye fekvőtem azt nyomod, de hát ugye nyilván ilyen, nem is sem, 45 fokba, vagy nem tudom hány fokba, mert ugye, hogy hát nem, én nem azt láttam csak, hogy fölegyenesedik, eltűnik, fölegyenesedik, eltűnik, és a busz mögött láttad, hogy ő egyébként fekve nyom a buszon. Csak néhány napja kaptam meg a fegyenszerzés című könyvet, és ez volt az első fokozat. Várjál, még nem volt vége a dolog. Hát mondom, ez izgi lesz, elkezdem követni. Ez ugye nyomta a hátsó korláton. Majd ugyanazzal a lendülettel volt a fogóckodó, ami ugye két fogóckodó is volt a buszon, ezek a nem tudom műanyag, vagy nem tudom milyen bőrfogóckodók, azon ő elkezdett nagy erővel húzóckodni. Itt már nagyon szerettem, még mindig nem volt vége a dolognak, mert a következő pillanatban... Megláttad a lábait a levegőbe, elkezdett készülállásban. Felhúzta magát a kapaszkodón, majd szerintem azt nem tudtam teljesen megfejteni, mert onnan a busz mögött mentem, a végén mielőtt leszállt volna, azt láttam csak, hogy van fej, nincs fej, tehát valószínű ő néhányat googolt valahogy, csak azt én már pontosan nem láttam, mit sem, hogy én a busz mögött mentem, és magasabban volt, tehát nem láttam, csak az eltűnik, fölegyenesedik. Szerintem ő egy párat még bele is googolt. Ez volt ott a mázsába, vagy a kilóba, vagy nem tudom, mi ami volt. Hátláb napja volt. Óriási, milyen lehet, hogy ez egy mozgó kondi szalon. És a pasi úgy csinált, nem pasi volt, egy fiatalabb, ilyen 18-20 éves ilyen suhansrác, úgy csinált, hogy szériázott. Tehát ugye folyamatosan nyomott egy kicsit a korláton, azonnal fölkapaszkodott a húzóckodat, és húzóckodott, majd googolt. Majd újraindult a kör. Tehát valószínűleg ebben volt koncepció. Igen, ez egy köredzés. Ez egy klasszikus köredzés. A BKB vagy BKK ínsze alatt. Óriási. Hát most figyelj, ott unatkozó ülnél. Ülnél, nézelődnél, ehelyett kihasználja az időt, hogy beír a melóba. Egy tartalommal töltötte meg a bérletét. Így is van. Igen, aztán ő leszállt. Tehát aztán megállt a busz, és akkor meg tudtam előzni, meg kiment jobbra, ott valahol a szoborparknál, ott a busz félreállt. És de eszembe jutott ez a dolog, hogy nyilván mindenki találkozott már olyan emberrel, utassal, BKV-n, vonaton, autóbuszon, villamoson, valaki valami olyat csinált, amit hirtelen nem tudtál hová tenni, és nem volt szokványos. Mindenkinek van egy-egy ilyen fura útitársa. Hát a biceps nézegetővel már mindenki találkozott szerintem. Aki direkt kapaszkodik úgy a villamoson, buszon, trolin, hogy közben ugráltatja a biceps nézegetőt, és így nézi, és alig várja, hogy más feltűnjön, hogy egy francban lenne. Automatikusan így fogod meg, tehát egyenes áll a kettő. Így fogja meg, és hogy hívják, itt látszik rajta, és tudod, és nézegeti, ahogy hívják a karját, hogy nézzék, és ugráltatja a bicepszét, és ha fékezik a busz, ha gyorsít a busz, ha lassít a busz, mindig nézi a karját. Az én kedvencem volt egy ilyen 35-ös busz, talán a lőrincék még emlékeznek rá, ő volt egy nagyon jó figura volt, ő mindig a forgó részben állt, és a kezében Kumi Expander volt, amit 15 percen keresztül, amíg elértél a béketértől a Kőbány Kispestig, addig ő folyamatosan összeszorítva tartotta. És így állt a forgóban. És így mindig így néztem, és én nagyon elszánt arccal. És milyen volt az alkarja? Jó, egy ilyen szikár fickó volt, ilyen, tehát jó, igazából rendben volt persze, csak nem, tehát hogy nem értetted azt se nagyon, tehát hogy mégis mi a fenére készülete. Igen, csak az még annyira nem megy az utasok rovására, tehát ő ott áldogáló, úgy nem, igen. De tehát ő is arra törekedett, hogy ezt minél többen észleljék. Laci azt írja, hogy busz workout volt. Tehát, az hogy így ő... van. Randira ment és durantott. Egyébként is simán lehet, hogy tudta, hogy ott várja a szemétégető mellett a szoborpartnál a kis kicsit bedurantotta magát, felhúzockodott, hármat tolockodott, googolt négyet, leszállt és bedurantva érkezett meg a randira. Ki nem csinált egy-két egykezes bicepszet, mielőtt elment? Én is láttam emberünket a 23-ason Pesten, írja nekünk egy hallgató, hogyha lehet, hogy ugyanaz volt egyébként. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy milyen furcsa utitársatok van, mit csinál, de minden jöhet, tényleg nem csak azt küldjetek el nekünk, aki edz mondjuk a buszon, hanem aki valami olyan dolgot csinál, ami nem BKV-ra való. Jó, ha furán eszik, ha hangosan eszik, ha beszél magában, ha vitatkozik, ha kiabál, ha edz a buszon, mindent írjatok meg nekünk, jó? Kíváncsiak vagyunk, hogy kinek milyen fura útítása van. Írja, hogy van egy barátnője, mindegy, hogy hívják, van egy útitársa, fújtatónak hívják, levegővételi gyakorlatokat csinál a buszon, és hangosan a busz legnagyobb örömére fújt.
ilyeneket csinál. Tehát ilyen tűzlégzés, vagy nem tudom, ilyen meditatív légzés. Hiperventilál a buszon. Igen. És ezt csinálja. Megvan az, aki konkrét ügymenetet visz végig a buszon? Tehát olyan, mint egy titkárságvezető lenne az üzletember? Előtte van egy laptop, a headset. Telefonál, és közben gépel. Nem, Lacika, nem. Szerintem egymás a kevés lesz belőle. Mindenképpen többet rendelj, de próbáld meg lejjebb nyomni az árat. Igen, jó, oké, visszahívlak. Jó, mennem kell, köszi. Te vagy az Dezső? Igen. De ez szórakoztató. A vítót most már vigyétek el mindenképpen szervizbe, jó, mert rettenetesen füstöl. Jó, vigyétek el. Úgy, hogy ül egy BKV buszon, tudom. Utánját a alkatrész is jó lesz. Jó, oké, leteszlek. Oké, szevasz, csókollak. És mindezt egy kis ilyen kis fülhallgatóval? Igen. A pici kis menedzser fülhallgatóval. Anna, neked is van ilyen? Hú, rengeteg, de csak egyet kiemelve. Egy fazon, aki beszáll a Dózsa György után, és mindig mondja a megállókat hangosan. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik. Jó, ide szeretem őt. És jó, ide jó. Kicsit elvarázsolt fickó. Nyilván igen, nagyon készen van, persze. Ő végig. És amíg ki nem száll, addig ő mondja, kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Leül valahova, vagy áll az ajtó mellett? Áll az ajtóba, és mondja, szigorúan. Igen, a nyugati pályaudvar következik. És azon a hangon, mint ahogy hangos bemondom? És ha jó napunk van, akkor bimbamot is kezdve. Léci mondta, hogy ez nincs. Úristen, de hiányzik ez nekem. Picit hiányzik a BKV, igen, megmondom őszintén. Én ezért ezt szerettem. De szóval, azért, hogy... amikor így végig spenkelsz az embereken, tényleg ott van a mosoly az arcukon reggel, mindenki is. Igen, valószínűleg nem százas. Tehát, hogy... Ne, cuki. Nem az, persze, látszik rajta. Sose jó. Rivotrira nem jó inni, ezt mindig mondom. Mert azért az nem egy szerencsés kombó. Na, drága hallgatók, írjátok meg, jó, hogy a ti hálátlan vagy hálás utitársatok mit csinál. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos után. 3:48 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, most még egy picit, itt legalábbis fölöttünk borongos az időjárás, de állítólag ma már kisüt a nap és jó idő lesz. Van egy-két friss közlekedési hírünk. Lajos Mizsei lehajtónál Budapest felé Stau lépésben haladunk. Aztán vének a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hajós utca sarkán a nyugati felé menőket vigyázzon mindenki. Valamint koccanásos baleset, kicsit később útfelújítás a Szolnoki elkerülőn. A Tisza keleti oldalán nehéz a bejutás Martfű felől is, ezt Ani küldte nekünk. Halászellek M0-ás 2 kilométer, körülbelül 1 órája jövök. Menthetetlen. Nem tudnátok segíteni, hogy végre történjen valami? Évek óta ez a helyzet. Halászellek M0-ás 2 kilométer, 1 óra. De jó Isten! A lámpa, a felhajtó a nullásra. Az foghatja meg, nem tudom, de 2 évig így járt, akkor kicsit már dühös vagy. Atya Isten, igen. Na, nézzük az SMS-eket, mert hogy nagyon jók jöttek, ugye elmeséltem, hogy mit láttam én egy Érd-Diós vonalon, tegnap vagy tegnap előtt, ahol ugye emberünk leedzett, konkrét szuperszett programot hajtott végre, húzockodott, tolóckodott, bugolt, és hát fekvenyomást végzett a buszon, és arról beszéltünk, hogy mert akarjuk, nem akarjuk, mindig mellénk sodródik valaki, főleg egy állandó járaton járunk, aki kicsit furán viselkedik, szenzációs SMS-ek vannak. Fickó áll a megállóba, a busz megállóba, karikás ostorra pattingatod. Télen mezitláb papucsban. Nagyon szeretem. Hát télen mezitláb volt. Télen mezitláb papucsban. Karikásos. Igen. Azt mondja, hogy 82-85-ös busz jobb közepén, dupla ülés, kockás terítő az ölben, jobb kéz kisbicska, balban szalonna, vöröshagyma, gigantikus karai kenyér. Lemorzsál, majd megkérdi. Kérsz egy katonát? Kedvesem. Igen, nagyon néztek, akkor tudod, megosztja. Igen. Ma reggel a metrón egy 73 és bácsi ült, aki hevesen udvarolt, fügét vitt a piacra, és énekelt nekem erről, majd versben elszavalta az életét. Aztán kaptam a fügéjéből. Nagyon cuki volt, Csilla küldte nekünk. De ez volt az életét. Figyelj, a 9-es buszon egyik reggel egy hapsi a legnagyobb tömegben, a busz egyik feléből a másikban 4 kézláb végigmászott, majd körbe ment a buszon, és megpróbálta bemérni az emberek auráját. Mindenki nagyon röhögött, volt, aki menekült. Vonaton ültem, olvastam, majd arra lettem figyelmes, hogy valami kattog. Mellettem ült egy nyugdíjas házaspár, bácsi vágta a néni lábúj körmét körömcsipesszel. Akkor ültem el, amikor egy köröm darab a könyvemre ugrott. Azóta is sokszor találkozom velük a vonaton. Én leszem, ne vágnám a lábúj körmemet. Milyen bensőséges kapcsolat. Na ez az a szint, ahol nem jutnak el sajnos bredék. Ott már nem lesz kötös lábúj körömvágás, igen. Debrecenben a villamoson szokott utazni egy nő, mindig visz magával újságot, mikor leül, elővesz egyet, széttépkeldi apró darabokra, majd leszáll a villamosra.
Szép napot, Peti. Te így nem érted, hogy miért csinálja. Nekem van egy kedvencem minden reggel a 4-es 6-os villamoson, egy hapsi tapsol, meg mint egy ninja olyan mozdulatokat végez. Közben oktatja az utasokat, hogy ne rongálják a villamost, és hogy vigyázzunk az ajtónál. Gyere beljebb. Nem hallod? Csukná az ajtót. Gyere beljebb. Kriszta küldte nekünk. 77-esen van egy öreg kicsi néni, aki mindig segíteni, akinek mindig segíteni akarnak, mert sok cuccal száll fel. A legcsúnyább szavakkal zavarja el az embereket. Egy bácsi rámert nézi, rá is kiabált, hogy mit nézel, engem te ne nézzél. Persze jó nagy hanggal. Metrón láttam egy pasit, aki vacsorázott, liter zacskós tej, fél kiló kenyér, parizer, ülésen megterít, majd udvariasan megkínálja a többiek. Az milyen kedves, nem? Szerintem hát a szenzáció. Együtt mentek egy 2-3 megállót, abba pont belefér egy parizeres kenyér. Nagyon szimpatikus. Tejjel. Tetszik kérni valamit? Jó. Itt van velünk egy hallgató, Alexandra. Hello, Sandra, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello, na neked milyen útitársad van? Hát van egy buszozói nevű fiú, itt Békés Csabán, és minden egyes nap fent van a buszon, amikor én is felszállok, és azzal köszönt engem, hogy jó hangosan, de nem csak engem, amúgy mindenkit, hogy jó hangosan ránk köszön, jó napot, elmondja, hogy melyik útvonalon megyünk, hogy melyik a következő megálló. Aztán leül, mikor már mindenki helyet foglalt, körbejár a buszon, megigazítja a kapaszkodókat, megigazítja a függönyöket, és visszaül, és a következő felszállnak ugyanúgy köszön, ugyanúgy elmondja az útvonalat, úgyhogy ez így minden ember eljátsza. Megkérdezi a névnapodat, vagy megkérdezi a nevedet, elmondja a névnapodat. Tudja a névnapodat? Tehát elmondta neki Alexandra, és mondta, hogy mikor van a névnapod, tényleg? Igen, de volt olyan is, hogy barátnővel felszálltunk, és teljesen más nevet mondtunk, és azt is tudta, mert utána néztünk. Az egész naptárat tudja. Az, hogy betéve tudja a naptárat, igen, megtanulta. És ő mindig ott van? Tehát bármikor mentek, ő ott áll azon a járaton? Igen, de általában csak a hetesen van, mert az megy a legnagyobb körbe, és ott tud mindent elmondani. Valahol szerethetőek ők egyébként szerintem, szóval, hogy hát, aki békésen csinálja ezt, az egyébként tud szerethető lenni. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, ciao. Hello. Egyszer mentem haza a távolsági busszal, beültem előre ablak mellé, egyszer csak jött egy idősebb nő, leült mellém, elindult a busz, kisebb kanyar, elnéztem az ülés felé, a nő eltűnt, fél másodperc után ismét ott volt. Következő kanyarnál megint eltűnt, mi történt vele, nem derült ki. Az utolsó kanyarnál fél szemmel sasoltam, és annyit láttam, hogy a nő csomagostól háromszor kiesett az ülésből. Ezt megcsinálta egymás után, azóta se tudom, hogy valójában miért. Azt mondja, hogy Angliában dolgoztam, hazafelé a buszra felszállt egy idős, megtermett néni, aki egy kis hámlival utazott. Letette az ülések közé, majd kényelembe helyezte magát. Közben hangosan dünnyögött valamit, nagyon aranyos volt. Tökre igazolt, hogy nincs ülőhely. Ő biztosra ott van, nálam lett. Vonaton egy 4-es ülésben nézett filmet a csávó, és mellettünk üvöltötte a telefonjába. Vörös hadsereg előre! Kicsit ijesztő volt, Niki küldte nekünk. Aztán mi voltunk Krétár, volt egy pár, aki minden nap megjelent a strandon. Leterítettek egy szőnyeget, és 4 ütemű fekvőtámaszt nyomtak rá. Van videóm is. Most ért a csoporttól. Nyaralás alatt se akarám elgyúlni. Gábor írt egy nagyon jó típust, akivel együtt lehet utazni. Van, aki látványosan direkt nem kapaszkodik. Karbatett kézzel egyensúlyozik. Fölényes arc kifejezéssel, mint egy dínyertes szörfös. A látványosan nem kapaszkodó, erre én is emlékszem. Őt egy kanyar nem ejti zavarba. És nagyon sokáig jól is csinálják, igen. Mert ugye ki tud egyensúlyozni, ott akkor van baj, ha van egy vészfékezés, mert valaki elé lép a izének, ott akkorát tankolja, hogy az öröm nézni. És a magabiztosság az arcon, figyelj, tudod, hogy állok két lap. Koptassátok csak ti a kapaszkodók. Én nem kapaszkodok, igen. 24-es villamos a nyári melegben emberünk levetkőzött egyszer csak félmeztelenre, majd egy egész üveg ársanyvizet öntött a fejére, hogy hűtse magát. 20-at az egész villamos, Peti küldte nekünk. Tanyasi Parasz bácsi nagyon jeles volt. Hasonló felszerelésben a metron budlibicskával origami madarakat vágott és hajtogatott. Nagyon szeretük. Egyszer utaztam a buszon, és látom, hogy egy srác fel alá járkál a buszon, és közben azt mondogatja, meg kell találni a találmányomat. Meg kell találni a találmányomat. Szegeden van egy kattant kopasz csávú, aki mindig, ha esik az eső, leveszi az okniát, és elkezdi addig verni az ablakot, amíg ki nem jön belőle az utolsó cseppvíz is, majd elkezd ordítani, hogy mit nézel. Azért az is kemény, aki az okniát odaveri az üveghez. A reggeli buszon egy hölgy zenét hallgat fülhallgató nélkül, tekintette van a többi utasra, halkan szól a zene, és mindig oda tartja a fülét. Minden reggel ezt csinálja.
Atya úristen. Egy 60 éves néni elővett a metron sült kolbászt kenyérrel, az egész metron érezhető volt az illat, nagyon szerethető jelenet volt, egyébként a többi utassal mosolyogva néztünk. Egyszer egy buszon Székesfehérváron egy nő nyers, darált húst evett mellettem szatyorba. Mi van? Egy kis tatárbiftek. Volt-e anno egy csávó a 4-es-6-oson, a villamoson húzózkodott, gyúrt, pörgött, leugrott a Rákóczi téren, a peronon nyomott 10 fekvőt, majd visszapattant a villamosra. Majd dühöngve felkiabált. Ezeken a villamosokon nem lehet normálisan desszant gyakorlatokat végezni. Desszantos, jó? Úristen, nagyon jó. Na, hát hasonló. Hasonló SMS-ek jöttek. Mindenhol van ilyen utitár, szerintem. Nem? Egyébként. Tényleg, abszolút megtalálható. Köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk egyet. Itt van már is a hallgatónk. A kérdés, mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol? Halló, jó reggel! Jó reggel, fiúk, Hajni vagyok. Sziasztok. Hello! Hello! Hajni, honnan hívtál minket? Én Svédországból hívlak benneteket. Huszkvarnában élek. Hogy? Huszkvarnában élek. De szép. Ahol a fűnyírókat gyártják? Többek között, igen. Nem csak fűnyírókat, még... Mert hogy igen, van ez a viszonylag jó márka. És mit csinálsz arra felé, vagy mit csinálsz a Svédországban? Hát én közalkalmazott vagyok most jelenleg, úgyhogy elég jó helyen vagyok. De hogy kerül most Svédországba közalkalmazottként az ember? Oda házasodtál férjed, svéd? Nem, magyar férjem van. Hát együtt próbálkoztunk külföldre költözni, és így sikerült. És aztán először kapott munkát. Aztán egy pár hónapig én otthon maradtam, de úgy nem igazán volt jó, úgyhogy utána én is kiköltöztem, és aztán így sikerült egyedül a kettőre jutni, és most már ilyen jó helyen vagyok. Uh-huh. Most mióta vagy tokin? Hát most azt mondja, hogy 2009-ben jöttünk, úgyhogy most már jó pár éve. Wow. Már 7 éve. Aha. És béreltek házat, vagy saját lakás? Nem, saját, bérelt. Itt általában az a jellemző, hogy mindenki bérel, és akkor ahol munka van, oda költözik. Aha. Ez inkább ez a jellemző. Tehát, hogy jönnek-mennek országon belül az emberek, és akkor itt bérelnek, ott bérelnek. Aha, tehát a saját lakás az ritkább. És a párod mivel foglalkozik? Mit mondtál? Ő festő. Ő festőként dolgozik. Aha. Igen, így van. Te pedig szociális munkásként azt mondtad? Nem, hanem közalkalmazott. Azon belül milyen területen, hol? Hát társadalombiztosítónál dolgozom. Aha, tehát hogy állami alkalmazott vagy. Uh-huh. Így van. És boldogok vagytok, szeretitek, jó? Hát igen, nagyon jól érezzük magunkat. Igazából minden nap szembesülünk vele, hogy jobb, mint otthon, több szempontból. De persze azért honvágyunk van. Szóval amikor tudunk, megyünk haza. Milyen sűrűn tudtok hazajönni? Hát most már egy évben kétszer haza tudunk menni. Hát azért az nem túl sok. Na, hát nem sok, de ahhoz képest először volt, hogy több mint egy évig nem tudtunk. Tehát az első 2-3 év az nagyon, nagyon nehéz volt. De most már sokkal jobb. Sok magyar van kint egyébként? Van egy ilyen kis magyar kolónia, akivel ugye együtt vagytok, vagy csak ketten? Hát van azért, vannak ismerősök, barátok, de azért összesen lehet hasonlítani Németország, Anglia, szóval azért sokkal kevesebben vagyunk. Kevesebben vagyunk. Mert itt azért... Mondjad, igen? Bocsánat, mondjad. Mondja nyugodtan. És a svédül vagy angolul kell kommunikálnotok? Vagy? Hát az angol az kevés, szóval elvárják a svédet. Angollal elboldogulsz először, meg bejutsz egy-két helyre, de tehát bárhol bemész, mindenki beszél angolul, ami nagyon jó. Mindenhol tudnak segíteni, de hogyha jó munkát akarsz, akkor a svédet nagyon elvárják. És te megtanultad, vagy megy? Persze. Tényleg? De jó. Smörges margarin, tudod. Ja, smörges margarin. Igen, vagy azt is mondhatám, kika flikka, flekken vekkel, Svédországból jöttem. Ez a baklármában volt. Igen, potyán, klólent, potyán, igen. Na jó, van. Oké, figyelj ide, van egy országunk, van híres emberünk, és van egy szólásmondásunk, melyik legyen? Legyen a híres ember. Híres ember. Próbálkozzunk. Jól van, na figyelj, az így szól. Mutatjunk. Radavid Sáksup. Sáksup? Na? Még egyszer hallhatom? Radavid Sáksup.
Radavics Sáksó. Puskás. Az addig jó? Uh-huh. Nem értem az elsőt. Radavics Sáksó. Puskás Tivadar. Így van, most már ez a játék elkísér bennünket a végéig, a műsor végében, hogy már igazából lecserélném, mert már mindenki tud mindig mindent, annyira ráállt az agyatok, ami persze nem baj, de már nincs igazi nehézség benne. Így viszont van egy ajándékcsomagod, a határig elküldjük, te meg küldjél valakit a határig. És akkor... Nem, már megbeszéltem Annával, hogyha esetleg nyerek, akkor mi a megoldás? Ah, figyelj, valahogy megpróbáljuk nektek kiküldeni. Vagy adj egy Magyarországi címet. Már így van, megtörtént. Még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szeretlek benneteket, és minden reggel hallgatunk benneteket. Uh-huh. És ugyanez svédül. Reméljük, hogy lesz folytatás. Teljes vagy, hát mi is reménykedünk benne, igen. Mondd el ezt ugyanez svédül. Ja, elszkerél, vagy a hoppaszpóf, good food szeretnénk. Lottyant Lávét. Lottyant Planet, Lottyant November. Okay. Szóval értitek. Igen, na jó, oké. Puszi, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra odakint. Én is nagyon köszönöm, szép napot. Ciao, szia, hajnal. Hello. Egy perc, pontosan 8 óra jövünk Ákos híre után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatóink, itt vagyunk, és mondjuk, hogy az utolsó turnénkra indulunk a jövő héten. Bizonyám, Sopronban kezdünk majd, a Deák téren, szeptember 26-án, jövő héten hétfőn, aztán Kaposvár, Baja, Eger, Budapest. Feltesszük a pontos helyszíneket a Facebookra és az Instagramra is, meg tudjátok nézni. Aki tud, az jöjjön el, és találkozzunk. Ha szeretnétek, nagyon sok ajándékot viszünk, valaki megnyer majd egy vadonatúj Suzukit. Hát ezzel szeretnénk méltóképpen elbúcsúzni, ezzel a kis országjáró turnétól és az országoktól, a városoktól sem, sem tudunk mindenkitől nyilván, és az ott élő, minket meglátogató hallgatóktól is, vagyis hát Klassz FM formában, nyilván ez így ebben a formában valószínűleg az utolsó. Tegyük hozzá, tulajdonosaink pályáznak, és mindent megtesznek, és mi is a legjobbakban bízunk. Pontosan így van. És nagyon szeretnénk, hogy legyen folytatás. Így van. Szeretnénk folytatni. Mindenki ezen van a rádiónál. Így van. De egy időre elhallgatunk, úgy néz ki jelen pillanatban. Már csak a jogszabályzás miatt, ugye? Tehát, hogy nem, ez nem a mi döntésünk, hogy akkor most mi csendbe akarunk maradni, hanem ugye a pályázat kiírás az úgy szól, hogy mindenféleképpen vége 19, és majd valamikor indul a dolog. Így van, igen. Szóval, hogy turnézni megyünk. Így van. És a jelszavunk egy ölelés Balástól mindenkinek jár. Egy szép! Igen, és kimarad most legtovább dedikálni. Búcsú turné. Hát oda kell dob magad a népnek. Úgy érzed? Hát persze, hát most igen. Ki tudja, hogy mikor viszünk körbe megint, mint véres kardot. Mikor hordoztok körben? Jó, hát nem, jó, persze, abszolút nem rohanok. Budapesten zárjuk majd a turnét, ugye szeptember 30-án a Dunán egy, ha minden igaz, akkor lesz ott egy katamarán is. De ez nem valami nagyon durva leszbi show lesz tényleg, hogy kata lesz marán, hanem katamarán non leszünk mi, ugye? Uh-huh. Igen. Meg a hallgatók is, ugye bizonyos számú hallgató azért jöhet a hajóra is. Bizony, és ott adjuk majd át az autót. Uh-huh. Az 5 heti nyertesnek, mert az 5 darab heti nyertesnek ott kell lenni, meg a hallgatók is reméljük jönnek. És lesznek mindenféle kis exkluzív a Dunához kapcsolódó programok is. Bizonyám, igen. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy trafi az M7-esről 160-as kilométernél. A határ felé ezt Endre küldte nekünk. Ez a Mohamed már tök uncsi. Mohamed! Mohamed, mit csinált vajon Mohamed most ebben a pillanatban? Kori. M0-as budakeszi csomópontját, ahol torlódás, nem tudjátok, mi van, köti Kriszta. Hát nagyon nem látjuk egyébként a falon, hogy mi lenne. De ha van valami, akkor írjátok meg, és akkor mondjuk. Azt mondja, hogy Bazsi, nincs valami jó ufos témát, képzi Robi. Nem, most jön nincs van. Neki, de nincs neki most. Nem volt. Nem vélek is behozni egyébként. Nincs. Egy erdőtűznél. Nincs semmi. Hát de nem láttad, hogy az nem erdő... Nem volt ott semmi. Semmi. Azt a Balázs is rögtön épp úgy értelmezte, neked hogy ez kellett. Nincs meg. Ez nem sztori. Nem. Hát égett az erdő nem, is. Akar, nem, tehát hogy az a smafu volt, minden félreértetek valamit, de Balázs is rögtön látta, hogy nem az láttad, nem kapcsol, hogy... az nem UFO. Így ment nem, semmi köze nincsen az UFO-khoz. Égett a tűz. Semmi, nem. És Balázs ezt tökéletesen tudja. Hát égett a tűz, és ott a persze. Közel volt az erdőtűzhöz. Így ment.
egy rakéta kilövésnél, jelentek meg most. Ez jelentek tudomány. Meg földön kívül. De van egy erdőtűzés, nincsen, nem jelentett meg senki. Nem, ott nem, ott nem csak volt. Csak a tűzoltók jelentek. Ott nem volt senki. Árpád-fejedelem utca város felé a szokásosnál lassabb Reni küldte nekünk. Szupertrafi az M7-esen a Balatonfenyvesi kihajtóban. Ez nem bírom meginni. De köszönöm. Balatonfenyvesi kihajtóban 161-es könnyen Letenyi felé haladókat mérik. M5-es 41-es kilométeren egy kecskeméti irányban figyel három lábon. Nem, Viki nagyon cuki volt, hozzátok egy kávé, de annyira szar a kávén, bocsánat. Igen. Nem lehet meginni. Meg ráadásul elállítottad a kávéautomaták, és most a Viki mindenkinek másfél deci kávét főzött le. Agyon pörköli, túl forró a víz, rettetesen keserű, a vízszűrőnk nem volt kicserélve hónapok óta, tehát dzsuva és undorító, hogy kinéz, tehát ezt, aki megissza, ember legyen a talpán gyerekek. Az első gondolatom az volt, hogy hosszú értekezlet 20 személyre. Szóval ez felfoghatatlanul rossz a kávénk egyébként. De minden János már erre a kis időre jó. Persze, erre a kis időre már is legyen jó. Ma reggel gondoltam, hogy előbb indulok, és mint egy ilyen igazi idősebb bácsi, aki bever egy fel ezt a kocsmába, megállok egy benzinkútól, és benyomok egy presszót. Tehát ez már a vég, csak aztán nem tudtam időben elindulni, de erre gondoltam, ez a jövőm. De kérte volna bele egy felest? nem, úgy értem, hanem mint hogy a bácsik megállnak a kocsma előtt, én is majd egy ilyen benzinkúton támasztom a pultot, reggel, mit tudom én, 5 óra 50-kor, és iszom azért egy feketét, mert ezt nem tudom meginni. Csak aztán nem tudtam persze időben elindulni, úgyhogy nem képzellek majd el pár év múlva, mint az egykori népszerű sztárlabdarúgót, akivel rendszeresen találkozunk mi is, Lőrincsel, a kis lepje körbeveszi a benzinkúton, a tüldögél, iszogat. Nem kávézik. Egyik sztori a másik után. Talán már kávét inni is itt látta. De nem az a jellemző. Most miért ezt látod bennem, hogy ez a jövőm, hogy alkoholistaként állok egy benzinkútnál? Tehát miért ezt látod? Nem is említette az alkoholt, kávét nem mondtam. Én nem mondtam. Veled? De most ez megint egy frajdi elszólal. Én csak ismerem a sztorit. De nem mondtam, hogy ki, hol és mi. Nem vagyok alkoholista! Ja, csak azt akartam megkérdezni, hogy mennyi az idő? Tehát ezt gondolod rólam, hogy mi? Ez a jövőm? Hogy állok majd egy benzinkúton a slepemmel, és iszom az Éva Vermutot? Ott vagy állok a kis haverjaim. Három, nem tudom, ilyen kertészgatyás csávol áldog a benzinkúton, és régi Mónika sosztorikat mesélek? Amikor behoztuk azt a szereplőt. Ezt képzeled? Ennyit nézel ki belőlem? Hát ez nagyon jól esik. A pórázon sétáltat. Budakalász Megyeri Hídra feljutás erős 40 perc, csak kötél idegzetű emberek vegyék igénybe egyébként a Megyeri Hidat. Köszönjük szépen. Ez is SMS bejött. Már válság van itt a vég, már csak a maradékot kapjátok, srácok. Nem, egyébként nem volt maradék, nincs maradék. Jó a kávé. Nem, semmi gond nincs. Hát, van gond, ez van. Kapitatos vagyok, mert nincs kitül a nejed. De egyébként, jó, hát olyan sok folyadalékhez szükség van az embernek, és ez elég sok most. Igen. Aki nem fér fel a hajóra, az beúszhat? Vagy kiküldítek az autogram kártyát a partra, kérdezi Krisztián. Hát érkezés sorrendben zajlik majd a felszállás. Hát tessék kiparkodni és korán odajönni. Mondunk majd minden részletet. Így nyilván van, mindenki nem fog felfélni. A kapcsolatban összes részletet meg fogjátok tudni majd a jövő héttől kezdve. Természetesen. Bizonyán. Na, találtam egy nagyon helyes oldalt, ami Ázsia másképpen, ez egy blog, és arról szól, hogy mennyire rosszul ejtjük mi ázsiai márkák nevét, mert hogy mi európaiak ugye megpróbálunk ezen ázsiai nevekre valami helyes kiejtést találni, de megmutatja az oldal hangok és hangformájában, hogy mennyire rosszul mondunk mi tulajdonképpen mindent, ami Ázsiából érkezik. És ezen bejutott az a téma, amit még egy hete vagy két hete meg akartunk csinálni, amikor ugye te gyerekkorodban még nem tudtál helyesen angolul, és kazettaborítóra írtál föl valamit. Angol szöveggel, de hát ugye fonetikusan, ahogy hallottad, VHS kazettára, vagy éppen valamilyen másolt zenekazettára. Tehát már rága hallgatók, kezdhetek ezen gondolkodni, hogy fiatalabb korotokban, gyerekkorotokban, amikor még nem tudtatok angolul, mit, hogyan írtatok, ejtettetek, és hogyan használtátok az angol nyelvet, akkor még nem túl helyesen. 30 éves titokról az életemben leplez le, légyszíves, Sanyó, ez mi mindig, mert NY volt benne, ugye? Uh-huh. És mindig, azt te nyilnek mondod, enyhang, Sanyó, volt Sanyi. Egy rádiónk, és Sanyó, Sanyó azt mondtuk, rádió. Hogy Sanyó rádió. Igen, azt például nem tudom. Itt a Hyundai, a Samsung, a Devo, a Mazda, az Isuzu, a Canon, a Casio és a Xiaomi. Xiaomi is ott van. És a Xiaomi van itt.
ugye, hát nyilván valamelyik koreai, valamelyik japán, de végighallgattam ezeket egyébként, és kiderült, hogy az összeset rosszul mondjuk. Na. Tehát, hogy se, köszönő viszonyban nincs például a Hyundai azzal, ahogy kellene mondani. Ugye, hát mindenki mondja, hogy Hyundai, ti hogy mondjátok? Hyundai? Hyundai, igen. Hyundai. Hyundai. Nem mond. Hyundai. Minek az a sok hang az elejéig? Hyundai, így mondjuk, Hyundai. Igen. Na, ez egyébként egy koreai, a koreai szó, és így kellene mondani helyesen. Tehát így szól a Hyundai helyesen, vagy ők legalábbis így mondják. Ezt kicsit visszaalakítjuk. Itt van. Hyundai. Mi van? Tehát ez a Hyundai eredeti. A Hyundai. Férfi, koreai köztársaság. Hyundai. Hyundai? Ez a Hyundai. 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 Így kéne mondani. Lágyítsd meg. Tehát ott ment a körúton egy... Lágyítsd meg. Hyundai. Aha. Hyundai. Hyundai. Semmi köze. Samsung. Ugye a Samsungot is még úgy mondja, Samsung. Hát ez így jött be. Samsung. Így van írva, nagyjából így mondod. Ugye? Ez egyébként három csillag, az a jelentése ennek a márkanévnek, hogy három csillag. Igen. És ezt ők így mondják. Ezt is máshogy mondják. Samsung. Samsung. Tök helyes egyébként. Jól működik a Samsungot. Tök helyesen mondják, ők is így. Samsung. De ez még valamennyire hasonlít egyébként, nem? Devo, na hát ez a nagy, ezt még Magyarországon is mindenki máshogy mondja. Devo, Devu, Deju, én már annyi mindent hallottam, de köszönő viszonyban nincs egyébként. Ez az alapító kereszt nevéből jött létre, írja ez a blog. Aha, tehát Kovács Devu. Kovács Devu. Lehetne. Így van. A Devu az így szól. Deu. Deu? Igen, ez a Deu, igen. Deu. Deu. De ő így kéne mondani. Tehát ez a helyes. Ők ezt Deu. Így ejtik. Igen, Deu. Deumatiz. A Canon? Hogy mondják a Canont? Mutatom neked a Canont is. Kanyon. Az klasszikus, tehát 80-as évben az kanyonnak így. Kanyonnak mondta? Kanyonnak, mi kanyonnak. Tehát volt egy kazid, és akkor látod, ad ide a kanyon kazid? Vagy fényképezőgép. Vagy fényképezőgép. Szeretnék egy kanyon fényképezőgépet. De jó lehet. Egy tükör, flexeset, hogyha lehet. Na, mutatom azt, hogy mondják. Figyelj, többféle kiejtése is van. Így szó, ez ugye japán. Canon. 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 Aha. Canon. De ez egyébként a Canon. Canon. Tényleg, csé az elej, és nincs ott az utolsó. Igen, ez egyébként hasonlít. Mutatom a Mazdát, mert hogy ugye, hát ez is egy japán márka, és egyáltalán nem úgy szól, ahogy egyébként ennek szólnia kéne, vagy ahogy mi mondjuk. Ez a Mazda, helyes kiejtése. Matsuda. Matsuda? Matsuda. 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 Tényleg, Matsuda. 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 A nő így mondja. Matsuda. 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 Ez a Mazda. Semmi köze ahhoz, ahogy mi mondjuk. Nem? Egy japánnal nem tudsz elbeszélgetni az autódról, mert nem érti, hogy mit van. Nem. Fogalma Mazda. Sincs. Érted? Ti csináljátok. Mazdán van. Na, volt Matsuda. Még a, ugye a Konica, vagy Konica, hát ezt is sokféleképpen mondtad, a Minolta, ugye? Tehát ez is, is rengeteg féleképpen. Konica Minolta, hát ez is nagyon sokféleképpen mondtad. Konica Minolta. Ez egyébként hasonlít. Ez hasonlít. Azt mondja, hogy van még a Hankook Tire, hát ezt is nagyon sokféleképpen. Hankook Tire, Hankook Tire. Ez is érdekes, mert ők itt vannak nálunk, ők így gyártanak, hogy van? 600 féleképpen mondod. A gumigyártóról van ugye szó, az így szól. Hankook Tire. Ez is hasonlít. Hankook Tire. Hankook Tire. Egyébként hasonlít, nem? Ez egy jó mondjuk. Ez megvan. Van még, azt mondja, a Káziót hallgattuk? Káziót hogy mondtátok? Kázsó? Kázió, Kézió, Kézsó. Yama. Volt Kázió rá? TV-be kapcsolós, TV-be kapcsolós hét? Van is, mind a hét zenés, meg számológépes is volt. Az. Tudományos karcolra. Hát meg a Kázió számológép azért az egy státuszszimbólum volt. A Kázió szám, igen, és volt olyan óra, amivel ugye te hét zenés órád volt, és még a tévét is be tudtad kapcsolni. Emlékeztek arra? Hát, volt olyan Kázió óra. Na, erre nem. Nem emlékeztek erre? Sose volt ilyen, nem? Hát ahhoz kellett, olyan tévé kellett. Nem, hát ugyanod leadott egy ugyanolyan infrajelet tulajdonképpen, igen. A telefonjal megnyomtad a gombot. És ültél bent a gimnáziumban, volt gazdagabb osztálytársak, nekem sose volt, és ha volt bent tévé az osztályban, akkor a Kázió óráddal be tudtad kapcsolni a tévét. Tulajdonképpen semmi értelme. Nekem volt egy osztálytársam, soha nem értettem, hogy miért nem vetett ki néhány szemet a szíjból, mert egy ilyen fém szíjas Kázió óra volt. Állandóan rázogatta a kezén.
És aztán a fix ideám volt, hogy azért rázogatja, hogy mindenkinek a tudomására hozza naponta többször is, hogy neki. Ja, ez mondjuk jó. Na mutatom a Kázió, szerintem az egyébként hasonlít. Ők azt így mondják. Casio. 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 Casio-nak mondják, így van, ez a jó. Ha te japánul meg akarsz tanulni, akkor azt így kell mondanod. Tehát ezért a Kázió-tól ez is elég messze van egyébként. Ők Casio-nak mondják, igen. És van még... ezt nem is ismerem egyébként, kínai telefongyártó, ez a Meizu, ezt ismeritek, ezt nem ismerem. Nem. És a Xiaomi, azt mutattam már? Nem. Xiaomi? Xiaomi-t nem. Az mi az? Xiaomi, sokféleképpen mondják az egyébként. Mi? Mit csinál az? Én nem is ismerem. Telefon? Telefon, ők is telefonok. Igen. De az egyébként Xiaomi-nak mondják. Xiaomi, így mondja. Megmutassam? Várj, megmutatom még ezt is. Azt ők így mondják. Xiaomi. Egyébként cuki. Xiaomi. Semmi köze. Milyen telefonod van? Xiaomi. Tényleg robbangat még a telefonod? Vagy megcsináltátok már? Vagy nem? Az egyéb hárommal korábbi. Na, akkor jó, vigyázz. Azt a gyerek megvette a robbanósat. Így van, de már van beletek kézi kis porralót. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Megnézted, hogyha egyedik a szakét? Az néha úgy érzem, ezt már nem tudom lemosni magamról, hogy van akkor a kapcsolatos problémáim van. Hát nekem a gyerekkoromban, hát de szerintem ez mindenki így volt, vagy nagyon sokan voltak így, ugye, a Nike volt. Nike. A Nike volt az, amit ugye így hívtál, hogy Nike. Nike. Van hát Nike cipőd? Nem tudtad, hogy milyen kell. Cipőd van? Nike. Igen, mondtad azt Nikének, mondtad Nike-nak, Nike Pegasusnak, tehát mindennek mondtad. Jó, de most ne csak azt írjátok meg nekünk, hogy mit, hogy neveztetek régen, hanem amikor is föliratoztátok ugye a kazettátokat, amikor számot kértetek a diszkóba például. Ugye fogalmad nem volt, hogy alapjában mit kell kérned, fonetikusan bemondtad a DJ-nek, és kérted ezt vagy azt a számot. Hát de erről is ódákat lehetne ugye zengeni, hogy hogy mentél oda, hogy kérted, mit mondtál, és hogy próbáltad elmagyarázni, hogy mi az a szám. A végén a lassú áza, just go to say I love you legyen. De az még egyébként egész jó. Az jó volt? I love you. Ez még egyébként egész jó. Úgyhogy régen, amikor az angol nyelvvel barátkoztunk, kinek milyen nagy tévedései voltak, ezt írjátok meg nekünk. Jó SMS-ben, 8:30 van, jövünk mindjárt Ákos híreim. És most, hölgyeim és uraim. Meglepett, Zsűl, vagy vége a zenének? Vége szokott lenni minden zenének. De ügyesen keverted le, Zsűl, szí! Te kis ügyes vagy! Elbeszéltük az időt. 3:09 lesz pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, egy nagyon helyes oldalt találtunk, egy ázsiai blogot, ahol végig néztük azon ázsiai márkákat, amiket ugye sokszor ejtünk mi is ki, és hát rájöttünk, hogy nagyon rosszul ejtjük ezeket a márkákat. És aztán arról kezdtünk beszélgetni, hogy amikor ugye hát ránk tört az angol, de még kevesen beszélték a mi fiatalkorunkban, vagy most a szülők, nagyszülők, akik talán már nem tanultak meg angolul, mit, hogy ejtettünk, hogy kértünk számot a diszkóba, hogy iratoztunk föl a kazettára, hogy menőztünk a McDonald'sba, és hát nagyon-nagyon helyes SMS-ek jönnek, amikor a magyar ember találkozott az angol nyelvvel. Igen. De még fiatalok voltunk, nem tudtunk angolul, hogy nem mindenki tudott angolul, és hát megpróbáltuk azért a magunk ügyefogyott módján elmondani a DJ-nek, hogy milyen zenét szeretnénk kérni, vagy fonetikusan ráírni egy-egy kazettára, egy-egy dalszöveg alapján, hogy mi az az album, vagy mi az a dal, hogy aztán később megtaláljuk. Hát nagyon helyes, nagyon helyes SMS-ek vannak. Igen. Nézzünk egy-két SMS-t. Azt mondja, hogy az én kisfiam, amikor még alsós volt, olvasni már tudott, de az angol nyelvet még nem ismerte. A McDonald's, amikor kérdeztem tőle, hogy mit kér, azt mondta, hogy én egy MC burgert, mert hogy MC burgert, MC haver után szabadon. MC haver után szabadon. MC Donald, hát honnan tudtad azt, hogy meg... Diszkóban annól megkérdeztem a DJ-t, hogy a Triple Plus 2-tól megvan-e a Sleeps. Nem értette, lefordítottam neki, hogy a 3+2-től a kombiné. Gimimben forgalom számláláshoz írtam össze, ki hol találkozik. Óbudán. Sorolták, írjam Eszók út. Vidéki lány vagyok, így lett belőle Eszók út. Hogy az Eszók, találkozunk az Eszók úton. Igen. A British Petrol kutat én Budapest kútnak hívtam, mert nem tudtam, hogy mi az. Veronika. Hát a Modern Talking nagy klasszikusa, ugye a Yamaha, szóval ezt én is elmeséltem a múltkor, ugye így feliratoztuk a kazetát. Cliff
Richard kazettám volt, nem tudtam, hogy kell leírni. Leírtam, hogy Kifli Csárd. Kifli Csárd. Kifli Csárd. Írt egy hallgató. Kifli Csárdnak írta, tök helyes egyébként. 11 évesen egy pesti étteremben hatalmas önbizalommal kértem egy ponti orli módra főételt, ami nyilván a ponty orli módra. Ponti. Ponti orli módra lett volna helyesen. Ponti orli módra. Köszönöm. És egy hideg ásványvizet kérek még. Szóval ez egy halétel. Ponti. Igen. DJ voltam a diszkóban pár ember öltövel ezelőtt. A kis csaj odajött, hogy számot kérjen, szeretné Bob Sinclairtől a Világ a Holdon című dalt. Nézek mereve, hogy mi van? Hát a Világ a Holdon számot, légy szíves. Mellette a barátnője odaszól, hogy a World Hold On című dalt. Akit úgy mondta, Világ a Holdon számot szeretne. Ja, mondom, oké. Okay. Akkor beadtam neki, Vili voltam. 2002-ben kerültem Balatonalmádiba, akkor ismerkedtem meg a mostani férjemmel. Egyszer mentünk a 71-es úton, és láttam egy Nike feliratot, mondom neki, hogy Nike gyár. Itt a Balatonon. Erre hülyén rám néz a párom, és azt mondja, nem, ez Nike, vagyis Nike cellgyár épül. Nike cellgyár épül. Igen, 14 éves koromban egy trafóházon észrevettem a Beatrice plakátot, és üvöltettem apámnak, hogy Beatrice koncertre akarok, Beatrice koncertre akarok menni. Hova küldte nekünk? Azt mondja, Cukémicu Funkicán. A Cukémuci Funkicán, ez a Funky Town című szám volt, Cukémicu Funkicán. Csokitanadu, csokitanadu, when you... Csokitanadu, you come from you bad boys, bad boys. Nagyon jó. Vacsoganadu. Ide valaki teljesen fonatikusan. Csokitanadu, igen. Figyelj, én régen a Boniem 2 kértem a Bader Bieber Babylon. Bader Bieber Babylon. Bader Bieber Babylon, mert hogy így tudtam kiejteni. Csabi írta nekünk. Diszkóban Scatman-től kértük a Pápó Pépi. Nem. A Pápó Pépi című számot csak így tudtuk elmondani. Sziasztok, nem én kértem, csak hallottam, hogy egy csóka a kívánságműsorban kérte a Beatles-től a Hey Zsidó című számot. Hey Jude. Hát, Jézus. Gergő. Atya úristen, atya úristen. Sose fogom elfelejteni a Modern Talking Chevy Lady. Meg voltam győződve arról, hogy ez egy autós csajról szól, hogy Chevy Lady. Nővére mindig úgy énekelte a Venga Boy számot, hogy oh, we are going to eat pizza. Ami egyébként úgy volt, hogy we are going to Ibiza. Vagy hogy megyünk Ibizára. Úgy, nyilván ez volt a tudatalatjában. A szomszédunk az HBO bevezetve megkérdezte, hogy nekünk van-e már HBO-nk. Na és az nálunk is megkötötték HBO már a HBO-t? HBO. Jó kis HBO-t. A fatalom haverja a pendrive-ot rendszeresen penrice-nak hívja. A fogalma nincs, hogy hogy kell helyesen kiejteni. Általános 5. osztályban a 90-es évek elején kölcsön kaptam egy Madonna videókat tartalmazó VHS-t, amire ezt írta a fiú. Cheerio girl. Material Girl. Oh, igen, igen. Chirio Girl. De az úgy is hangzott. Chirio Girl, hát így hallottad. Ráírtad, hogy Chirio Girl. Chirio Girl. Chirio. Volt egy idősebb vásárló az egyik műszaki boltban. Hyundai tévét szeretett volna venni, de azt mondta, hogy szeretne egy Hunyadi tévét. Nem tud... Nem tudtuk vele megértetni, hogy az Hyundai mondta, nem, egy Hunyadi tévét szeretne. Atya úristen. Az életem a Guns N' Roses volt, amikor édesanyámtól karácsonyra megkaptam a Use Your Illusion 1-2-3-at, akkoriban megjelent kazettákat kértem anyukámtól, megkaptam, megkérdeztem, hogy hogy tudta ezt kérni, és elmondta, hogy a Guns N' Roses-től szeretné a Use Your Illusion 1-2-3. Az Use Your Illusion. De legalább megvettem. Use Your Illusion 1-2-3. Nagyon helyes SMS-ek vannak. Én nagyon sokáig a Distraction-t, ezt ki tudtam ejteni, de azt, hogy Appetite, ezt nem tudtam. És mindig azt mondta, hogy Appetit. Appetit, igen. Appetit. Appetit. Neked is jó étvágy. Appetite, igen. Ú, de jó kis album volt az ilyen. Kiskoromban németek horgáztak a szomszédban. Kérdezesen kérdezték, Kájne kapás, mire én mondtam, hogy Kéne, de nincs. Kájne kapás, Kéne, de nincs, mondtam. Mindig nagyon hevesen. Haverom a Bacon szalonát Bakonyi szalonnának hívtam. Baszon!
Azt több féleképpen is ment. Igen, én mindig ezt énekeltem fiatal koromban. Hey you, vacsa van a gyú, vacsa van a gyú, it's a come for you. És az... hogy? Vacsa van a gyú? Vacsa van. Hey you, vacsa van a gyú, vacsa van a gyú, it's a come for you. Halálosan komolyan énekeltem. Randy MC 10 évesen 96-ban saját kazettán borítójára Run Densi. Ezt tudtam ráírni, mert így értettem. A 90-es években a kedvenc számom a Summer Jam volt. Így írtam fel a CD borítóját. Summer Jam. Ugye, hát ezt tulajdonképpen tényleg nem tudtad. Általános iskolában a kedvenc számom refrénje a Weaver, Weaver, Vacsú. Weaver, Weaver, Vacsú. Weaver, Weaver, Vacsú, igen. Higgyetek el, láttam egyszer egy könyvre ráírva Shakespeare, és két G-vel Spear-re. Hát, mondjuk. Shakespeare, így van, egy kis Shakespeare-em, de már nagyon be kéne kennem. Igen. Úristen, hát nagyon jók jönnek. Egy barátom ment oda a DJ-hez tinikorunkban, hogy kérje a Kacsaszpó. A Kacsaszpó című számot. Hosszas tanakodás után derült ki, hogy I just going to say I love you-ra gondol, Kacsaszpó. Csak ő azt mondta, hogy Kacsaszpó. Ugye? Mert ez is így. Így. Kacsaszpó, Tuszi. I love you. Zseniális. Kacsaszpó. De ez tök helyes, nem? Amikor így rágtört az angol, és így beáramlott minden nyugatról, de hogy így nem nagyon tudtad, hogy hogy kell mondani, jól mondod, nem jól mondod, és nagyon-nagyon-nagyon erős meggyőződéssel tudtad egyébként úgy mondani, ahogy hallottad. Megírtad föl kazettákra. Volt egy-két angol szó, ami úgy pedzegetted, meg hallottad többen, és azokat állandóan belevizionáltad más számokban. Nekem például a Rasputin, a Boniemtől az rá, Rasputin, Everybody Rock Machine. Volt annak ide. Everybody. Mert az Everybody-t annyi mindenben hallottam, aminek meggyőződésem volt, hogy abba is az van. Rá, Rasputin, Everybody Rock Machine. És a Rock Machine az benne volt? Az Lover Queen volt. Vagy Russian Queen. Nagyon jó. Nagyon jó. Játékbolti vásárló. Hallottam a sárcán, puclit szerette venni. Mit? Puclit. Sok idő kellett, mire kiderítettük, hogy a puzzle. Pucli. Na jó. Egy doboz 200 darabos puclit. Atya, úristen. Úristen, nagyon jó. 15 éve a Pannonnál a bácsi kérte a Motorola teló mellé a tollkabátot. Ezt nehet, Motorola miért kérte tollkabátot a Pannonnál? Pannon GSM. Emlékszel, a Pannon GSM az élvonal. Azért az volt a tollkabát. Motorola tollkabát. Tolkabout. Úristen, tolkabout. Tolkabout. A Motorola mellett tolkabout. Szeretnék én egy tolkabout. Hát nagyon jó volt. Nagyon jó kérnek egyébként. Én apáptal reglexel haltam szobatonként. Elég a siessével kezdődik a Starchi és Huck. Starchi és Huck. Az öreg óriási. Nagyon gyere már, kezdődik a Starchi és Huck. Nagyon jó kérnek, igen. 90-es évek slágeri között volt egy Night Train című dal, amit nyilván nem értettünk, és folyamatosan a buliba májkrémként tudtuk énekelni. Na jó, hát köszönjük. Van még egy-kettő, sok jött még, majd jelölök párat, addig gyorsan megmutatjuk, jó, hogy mi a beugró. Hánosugrással szeretnétek játszani, figyeljetek. Ajjajajaj, ezt mutassuk meg még egyszer, nem? Hát sűrű, úgyhogy mehet. Igen. 90-es években a D-Dim, a Dempsey és Makepeace, ami egy nyomozó sorozat volt, úgy mondta, hogy Dempsey és Makepeace. Hát Makepeace nem tudom, hogy Dempsey és Makepeace. Mindenről Dempsey és Makepeace. Milliószor gyakoroltattam vele, de soha nem tudta kimondani. Tök jókat nevettem rajta. Igen, nem, bocsánat, nem a 90-es években, hanem a 90 éves volt. Tehát 90-es éves volt. Demszky és Makepisz. Jön a Demszky és a Makepisz. Ez egy helyes csaj volt egyébként, emlékszem gyerekkoromból. Nem, kicsit bele voltam zúgva. Ez egy jó kis sorozat volt. Makepibe? Nem tudom, melyik volt a csaj. A Demszky vagy a Makepisz. Ez egy szükeű csaj volt, és tök jó csaj volt. Helyes nő játszotta. Nem tudom, ki volt a színésznő.
Na jól van. Jövünk mindjárt, jó? A hármasugrása. Ha játszanátok, akkor írjátok nekünk SMS-t. Jó, hogy mit hallottunk, kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Apám mindig bement a Becky-be, és Big Mac-ot kért. Ezek így mentek akkor. Nem tudom, abban annyi. Igen, nálunk otthon az azt mondja, hogy UPC-t UPC-nek hívja. UPC. Fel kéne már hívni az UPC-t. Jöjj neki, ezt csinálj meg, mert nem jön rendesen az internet az UPC-nek. 5 perc, pontosan 9 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Megjelent egyébként, most láttam a kedvenc filmet Blu-ray-n. A Rosé neve. Sean Connery-vel. Sean Connery, a Rosé neve. Jó is az egyébként, jó kis Rosé. Karcag 4-es út, körforgalom, útépítés és félpályás szívás, Zaporó Zsetszes küldte nekünk. Köszönjük szépen, nem hármason lassú a bejutás, a felüljáró, illetve hát ugye ott a Hungária felújítása miatt, de ez még valószínűleg egy ideig így is lesz. Köszi, Kati, hogy elküldted nekünk, de most nincs akkora dugó talán, mert egy kevesebben panaszkodtak. És aminek én nagyon örülök, de szerintem egyébként mindenki a nyugati ország részben, hogy lehet, hogy csak belefásultak az emberek, de hogy Ausztria irányából nem érkezett semmilyen info. Igen, lehet menni. Lehet, hogy feldolgozták a 2-0-át. Igen. Nem. Nem szivatnak bennünk. Nem, most hála Isten. Tegnap láttam a belvárosban Bagoly pontos J kötőjel 1-es rendszámot. Bagoly 1 pontos J. Nem jön ki Y-nal, már nem tudják kiadni. Ki írja a hallgató, igaz, mert ennyi fért ki. Ez fért ki. Milyen rendszámon? Bagoly 1. És hogy írod? Pontos J-vel. Te hülye, az Y nem van, tudom, nem fért ki. Bagoly 1. Óriási. Bagoly 1. Bagoly 1, igen. Kőbánya Liget tér full dugó szokás szerint, és írja nekünk Zöld Herni, hogy aki kitalálta a Szentendre felől a Megyeri híd felé az egysávos felhajtást, minden reggel jöjjön velem. Pomás Csepel másfél óra. Rögtön pirosra vált az átjárónál a lámpa, ráadásul nem is jön semmi, úgyhogy óriási dugó van arra felé is. Na, jött még egy-két SMS, hát nagyon jó ez a téma, tényleg annyira helyes SMS-ek jönnek, ugye az angol nyelv, amikor ránk tört, és hát nem tudtuk értelmezni, szenzációs SMS-ek vannak. Haverom Sean Connery nevét teljes komolysággal Sean Connery-nak ejtette, nem tudtam. A Bacon Salon Angliában a középkorban arra utalt, hogy a legjobb minőségű magyar sertésből készült, melynek származása a bakony volt, és ezt az angolok baconnek ejtették. Innen egyébként a név, hát ezt én is olvasom ezt a cikket, hogy ez most igaz vagy nem, de van egy ilyen teória, hogy ott, igen. Általános iskolás voltam, amikor bejött a Subbase Monster 4 ütem című száma. Én egy nyáron át meg voltam róla győződve, hogy ez egy angol szám. Szeptemberben bátran énekeltem a suliban a refrént, hogy si, shuri, gyú, gyú, ám, kipufó, si, shuri, gyú, gyú, ám, kipufó. Igen. 20 évvel ezelőtt kimentünk Németbe céges útra, amikor reggeliztünk, és kérdezte a német pincér, hogy was drinks to coffee oder tea? A teát úgy kérdezte, hogy tea. A srác meg rávágta, hát hogy mi? Hát persze, hogy mi kérjük a kávét, mert mondta, hogy tea. Mi? Tea. Mama a Knight Rider-t Mike Landernek hívta folyamatosan, és nem tudtuk meg vele megértetni. A Penge című filmre srác azt mondta, mert azt hitte, hogy ez angolul van, megyek, megnézem a Pinge című filmet. Pinge. Két nincs beszélget, mennem kell rá, mert kezdődik a Chi Miami, ugye ezt is ismerjük. CSI Miami, Chi Miami, igen, az is nagyon jó egyébként. Nagymám csütörtökönként, esteinként a Friderikus Friderikusnak mondta. Friderikusnak mondta, igen. Na jó, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Drágák vagytok, hogy írtatok. Nem elfelejteni, hogy jövő héten elmegyünk egy hét kitelepülésre, nem leszünk itthon, csak pénteken, ugye, mert hogy a Dunán leszünk majd egy hajón, szeptember 30-án, addig pedig Sopron, Kaposvár, Baja, Eger, ezek a Klassz FM Morning Show utolsó turnéjának helyszínei. Itt megyünk, és hát rengeteg nyereményt viszünk magunkkal, érdemes tényleg meglátogatni bennünket. Sopronban kezdünk ugye a Deák téren,
a Mátyás Király utca felüli részén, szerintem ott voltunk, vagy azon a részen voltunk, szerettük Sopront, és hát egy vadiúj autót viszünk magunkkal, ezt lehet majd megnyerni. Nyilván nem minden helyszínen egyet, hanem a turné végén majd egy szerencsés nyertes megnyerhet egy vadonatúj Suzuki-t. Egerben és a Baján nem a már megszokottnak mondható helyszínekkel leszünk, úgyhogy mindenképpen figyeljétek, hogy melyik téren találtok minket, mert például Egerben a Gárdonyi téren leszünk, és nem a Dobon. De majd ezt figyeljétek. Ja, mert ott voltunk régen? Igen, volt igen, és most egy másik téren leszünk. Ha megyek, nincsenek akkor megtalálják bennünket, persze. Hol lehetnek, hol lehetnek, el nem találom. Nem jöttek el mégse, hazamegyek. Mit a függ, hogy voltunk egy helyen, és aztán nem oda megyünk, változtatunk? Vagy hogy repkedünk? Hát lehet, hogy nem volt jó a hely, annyira, mint szerettük volna, lehet, hogy előre is azt néztük ki, hova most megyünk, csak éppen felújították a teret, ez ugye baja. A Szent Háromság tér, akkor fel volt durva ott a hotel előtt, úgyhogy most ez tökéletes lesz. Egerben lehet, hogy a Dobótér, mondjuk, hogy hívják, picit így kényesebb lett az utóbbi időben. Láttam például, hogy toronydarúval nem is lehet rámenni. Úgy pár hónappal ezelőtt volt egy ilyen eset, és kellett egy másik toronydarú, hogy a toronydarút, illetve nem is olyan, nem toronydarúnak hívják, hanem mi volt ez, ez a nehéz darú. Ráment valaki, picit ott meg akart fordulni, ezt tengeig süppett bele. A nem szerencsés annyira egyébként. Nem, az nem szerencsés, nem, igen. Nem, valami szökőkút volt egyébként alatta. Feri nem mehet az RTL-re, azért lesztek a Dunán, kérdezik az, így van. Nem jött az RTL-re, és ezért leszünk mi a Dunán. Le vagyunk tiltva továbbra is. Illetve az M5 átvesz bennünket, de először a Dunán leszünk, és aztán majd átvesznek kicsit különböző társcsatornák. Így van, erről majd olvashatok is egy dokumentumot Dumon a Wordben. Na, nyilván van, itt van már is egy hallgatónk. Ha minden igaz, játszunk egy jó kis hármasugrást. Ugye volt egy beugrónk, rengetegen elküldtétek, hogy mit hallottunk, úgyhogy itt is van már a szerencsés hallgató. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Zoli vagyok, sziasztok! Zoli, szia. Honnan hívtál minket? Hello! Egerből, most éppen szabadságon vagyok. Oh. Egyébként Németországban dolgozom. Uh-huh. Hát, hozzá vagyunk már ezt szokva, valaki az előbb Svédországból, most Németországból. Te mit csinálsz ott? Hát én ATV-szerkezet lakatos vagyok. És akkor hazajöttél egy kicsit pihenni, aztán mész vissza? Hát, így van. És akkor mennyit vagy kint? Hát olyan 3-4 hónap. Aztán 3-4 hónapot. Család van? Feleségemmel együtt vagyunk. Ja, ő is kint van. És ő is elment? Persze, így van. És egyébként tegriek vagytok? Így van, így van. Jövő héten itt lesztek még? Igen, igen. Na, akkor tök, hogy gyertek el a sütörtökön sütörtökön találkozunk. Hát, gyertek ki. Szép, hogy elmegyünk. Nagyon helyes, szeptember 29 Eger Gárdonyi Géza tér, így van. Ezért ez megdöbbentő egyébként ez a tendencia, erről sokszor beszéltünk, hogy régen havi egy, aztán heti egy, most meg már adásonként van úgy, hogy két játékosunk is külföldről jelentkezik be. Ugye át volt egy játékosunk hát, most Svédországból, és most te, aki egyébként itthon vagy éppen Szabin, de Németországban dolgozol. Így van. A Németországban merre? Kérlek szépen, Düren város, nem tudom, mondd nektek valamit. Uh-huh. Az Köln és Aachen között van. Tehát, hát most így nem ugrik be a hely, pontosan. De térképileg azért meg vagyunk abszolút, hogy merre van. Okay. Jó hely, szeretitek? Szerettek kint lenni? Igen, szeretünk. Jó. Mennyit érezni ebből most itt, hogy ott bement oda 1 millió? Menekült, ugye már Merkel is mondta, hogy más csinálna, hogy csinálná. Éreztek ebből valamit? Vagy az ellenállásból, a felfordulásból? Semmit? Nyugi van? Mi semmit? Hát mi már megszoktuk, mert rengeteg török van, tehát úgyhogy... De ők békések, sütögetnek, főznek. Tehát így van, pont, így van. Egyébként ők azt gondolom, hogy egészen békésen intézik. Ezt igen, látom, ez egy ilyen kisebb városocska egyébként. Nem egy nagyváros. Igen, most rákerestem. Így van. Károsberg is Paulaner mellett. Rább alatt egy kicsit. Párod mit dolgozik? Egy szálloda van mellettünk, és ott oda jár át takarítani. Szállodában takarítani. Gyerekek is vannak? Hát ott még sajnos nincs. Egy cicánk van. Figyelj, bemelegítésnek nem rossz. Melyik bemelegszülte? És ott terveztek hosszú távon egyébként Németországban? Tehát nem is terveztek hazajönni? Hát most úgy saját albéletben lakunk, tehát most egyelőre ott szeretnénk maradni egy darabig. Aha, tehát hogy nem is nagyon akartok hazajönni. Ha az ember kifizeti az albérletet, és megvesz mindent, amit egy hónapban egyébként kell, akkor még tud is félretenni, vagy ez arra jó, hogy ugyanúgy éltek, mint itthon, csak nyilván egy kicsit jobb életszínvonalon. Hát így van, tehát jobb életszínvonal, és azért marad is. Mekkora lakást béreltek?
64 négyzetméter. Pont tegnap vagy tegnap előtt beszélgettünk az albérletekről, hogy mi az ára ott Köln mellett egy ilyen 60 négyzetméternek mondjuk havi lebontásban? A mi albérletünk az 460 euró, tehát csak az albérlet, és akkor arra jön rá még a rezsi. Uh-huh. Tehát az hát ugye... Akkor nem, várj csak 460? Igen, így van. Szóval az 390. Az egy ilyen 100, hát igen, még 100, 140, 150 ezer forint. Akkor annyi, mint itthon, csak több a fizu. Aha. Hát te... így van, még annyi, hogy nekem a cég az 180 eurót így bele rak. Tehát annyit állnak. Jó, nekem... segítenek, igen, kifizetésen. Tehát a fizetéseden kívülök havi 180 euróval, tehát közel mondjuk 60 ezer forinttal, ők beleszállnak az albérletedbe? Így van, mert mivel nekem a munkásszálló az ingyen lenne. De én nem ott lakok, hanem saját magamnak bélem így. Aha. Lényegében így nekem azt a 180-at kifizetik. Nagyon korrekt. Wow, hát azért ez nagyon, nagyon ez korrekt. Nagyon korrekt. Ilyen ruhapénz esetleg, vagy ilyenek, ilyen kafetéria van-e? Na, az nincs. Az nincs. Nincs. Jó, azért ne legyünk elégedetlenek. És tudtok félretenni egyébként? Tehát abból, amit te kint keresel, hogy béreltek egy szép lakást, mondjuk 60 négyzetméter, dolgozik a párod, dolgozol te is, ebből lehet? Itt van. Már persze, hogy lehet. Lehet. Hát még annyi, hogy ugye én magyar cégtől vagyok kint. Itthon én még plusz kapom a minimálbért 100 ezer forintot. És azon felül kapom én a kiküldetési pénzt, ami ott németországi fizetés. Uh-huh, tehát, hogy te egy magyar cég által mentél ki. Uh-huh. Így van. Na jól van. Uh-huh. Érdekes, hogy csak az albérlet miatt kérdezem, mert érdekelt, hogy mennyi ott Köln mellett egy kisebb városban egy albérlet nagyságrendileg, de tulajdonképpen igen. Nagy és a németek csak... hogy hívják a macskát? Már úgy, hogy ők hogy csalogatják magukhoz, mert mi magyarok cic, ők mit mondanak? Hát fogalmam nincs, mert még így nem hallottam. Hogy értitek meg egymást? Mondom, hogy kaci-kaci. Kacen-kacen. Kacen-kacen. Na jó, van, figyelj, de van most segítséged, vagy egyedül játszol? Hát a feleségem van itt mellettem. Uh-huh. Milyenek a kérdések, Jani? Nehéz. Nehéz? Benehezítettél kicsit, igen? Igen? Na figyelj ide, így szól az első kérdés. Azt, hogy milyen betűvel jelölték az ókori rómaiak a százas számot? Ez a C. C, így van, ügyes vagy, abszolút. Internet? Internet volt? Nem. Nem? Nem. Úgy hallottam. Oké, így szól a második kérdés. Milyen állat szőrét használják a hegedűvonók készítéséhez? Hát ez biztos, hát milyen hosszú, egy hegedűvonó. Jó, hosszú. Jó, na? Hosszú. Nincs meg? Hosszú. Hát nem, tovább nem tudunk várni. Ló. Ló. Fark szőre. Így van. Tehát a lónak a szőréből csinálják, igen. Hát sajnos. Ezt nem tudtam. Oké, hát figyelj, nincs ajándékcsomag, de azért örülünk, hogy beszéltünk. Hát én is örülök, mert egyébként mindig szoktak titeket hallgatni munkáján, ugye letöltöm az előző napit, és azt szoktam így hallgatni. Jó van. Vagy a Best Of-ot. Köszi, hogy minket, hát találkozunk. Hát majd találkozunk itt Egerbe, akkor jövő héten. Jó, lesz, okay, ilyetek, jövő héten. Autogramkártya névre szóló már ugrik is. Jövő héten csütörtökön, jó? Köszi, okay, ciao, okay. Hello. Na, gyorsan egy pici közlekedés még, ebben a pillanatban jött, az Árpád hídon lerobbant Pest felé egy autó, és valószínűleg nagy dugó lesz, mert szenvednek vele, hogy letolják a forgalom előtt, mikor nagyon nem tudod hova, mert három sávban egy picit dolgoznak, és Győrben már előrehozott november 20-a van, mert eltűnt a fracking. Fehér zaj van a frackingen. Lehet, hogy csinálják ilyen próba lekapcsolást, az nem van, már. Hogy kicsit Győrben lenyomják, megnézik, oké, kicsit Szegeden lenyomják, itt is teregni fog, kicsit, mint amit Észak-Magyarországgal lenyomják, ott is tereg. Van ilyen próba kapcsolat? Nem. Fölmegy a csávó egy ilyen kis létrán, és azt mondja, na most akkor megnézzük, lenyom egy gombot, jó, tényleg el fog hallgatni. Nem, csak van erős mozdulatokkal portalanítom. És valamit lenyom. Valahol az NMA-ba rákönnyököltek egy piros gombra. Arra. Kipróbáljuk. Terike, megmondtam már százszor, hogy a piros gombhoz nem kell hozzányúlni, mert Fél-Kelet Magyarországon elmegy az adás. Majd november közepén kell ezt megcsinálni. Ez a, igen, már ilyen tankó, klassz FM. Ez nem nyúlunk. Ezt a port még itt kitörlem, jaj, kiosz lett. Jó, dolgozunk az ügyön, köszi, hogy szóltatok, jó? Bár ti most nem hallotok bennünket, mert hogy lekapcsoltak ott nálatok, de szóltunk az illetékeseknek, jó? Akik pedig ott hallgatnak bennünket, szóljatok nekik, hogy szóltunk. Jó. Jó, vettük.
a jelet. Köszönjük szépen. Fél perc, van, pontosan fél tíz, egy pici szünet, és aztán már is jövünk vissza. Itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 óra múlt 32 perccel egy csodálatos Alesso featuring, az volt? Featuring Tovlo. Tovélo. Tovélo, featuring Tovélo. Igen, ez szólt itt nálunk. M5-ös a Budapest felé Lajos Mizsényen jelenleg 6 kilométeres a dugó. Ezt Zoli küldte. Köszönjük szépen, Wakabi Hero, írta valaki. Récsegon a rendőrség előtt mérik a Pest felől érkezőket. Ezt pilóta küldte nekünk. Köszi. Mérnek a rendőrök Pápán, a Veszprémi úton a város felől érkezők sebességét, ez Sanya írta, és azt mondja, hogy az Árpád hídon már elhárult a dugó, igen, az autó elindult, úgyhogy leértek vele a Népfürdő utcáig, és nincsen semmi gond, ezt elküldtétek többen. Köszönjük szépen. Köszönöm, visszajött a Freki üdv, Dávid. Na, hát én mondtuk, hogy Marika néni egy picit takarított, és ott az adótoronynál, ott rányomott a Győr-Sopron megyére, Győr-Moson-Sopron megyére, és ezért kicsit kipipált benneteket, de meg vagyunk, most már szólunk. Budai hídfőnél minimum egy óra az átjutás, igen, a Margit híd Pesti hídfőjénél motoros baleset történt, áll a forgalom, úgyhogy ott is nagy dugó van, minimum egy óra az átjutás. Minimum egy óra az átjutás. Köszönjük szépen. Ha van friss közlekedés hír, akkor küldjetek. Jó, hogy tudjuk mondani. Imádom a hallgatókat, de hogy értem én, hogy nincs messze a Gárdonyi tér a Dobó tértől, de attól még nem ugyanaz a tér. Nincs, nem. Fontos. Látszik, hallatszik, úgy mindenki, vannak vele. Tök aranyosak vagytok, helyesek vagytok, és gyertek is ki a jövő héten mindenképpen az egyik kitelepülésünk, de ettől a tény még tény, hogy nem ugyanaz lesz a kitelepülés, ahol eddig volt. Tehát Egerben mindig a Dobó téren voltunk, most a Gárdonyi téren leszünk, és tudomásom szerint azért egy háztömb elválasztja egymástól a két teret. Gyertek a Dobó tére, ott már halljátok, merre vagyunk, és akkor odaértek a Gárdonyira. De sikert volna dobni ezt a dobóteret, ezzel most csak összezavartuk őket. Aha, nem kellett volna bedobni, azt kellett volna, hogy Eger Gárdonyi tér. Több mint, hogy hol voltunk régen, most gyertek a Gárdonyi Imre tére. Hát te hagysz el. Gárdonyi Imre, figyeld, már írják, Imre. Jó, csak még kicsit megpróbáltam őket. Igen. Tehát a Deák Gábor téren leszünk Sopronban. Így van, a tény az tény. A tény az tény. 81-es út Kisbér és Mor között 31-es kilométernél söndörgés van, trafizni készülnek. Ez pedig Krumpli Bogár mondta nekünk, köszönjük szépen. Mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen, mondani akartam valamit, de tényleg agyalok marhasokat ezen, hogy azért sajnos nem biztos, hogy túl sok időnk van még hátra, és hogy ki kellene még erre a pár hónapra is találnunk valami egészen jó dolgot. És szívassuk meg a Ferit valamivel. Nem szívatjuk meg a Ferit, a Feri szív 8 éve. Nyitott kapukat döngetsz, mert én is pont arra gondoltam, hogy mindenképpen valakit meg kellene szivatni, de ebből az esetben én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha már te állnál. Csak vegyük végig a mai adást. Alkoholista voltam egyébként, azért mert elmondtam, hogy minden nap rozézom, vagy iszom egy fél pohár rozét kicsi szódával. Alkoholista voltam, minden vagyok. Szerintem rugaszkodjuk el a valóságtól, mert tényleg alkoholista. De le lehet rólam pattani. Itt kopaszra borotváltam a hajam, és egy alkesz lett belőlem. Tehát nagyjából itt tart. Hol volt az a kopasztor? Jó, hát majdnem kopaszra. De figyelj, valljuk be őszintén, hogy azért mindig mi most elsősorban az utóbbi időben mégiscsak Feri áll a maknak a fényesebb oldalán. És jó, de a Ferinek ez a szerepe. Polírozom is a bolcot, örömmel megteszem, de ide a végére egy küldetés kéne. Tök neked, jó lenne, érted? Igen. Egy valami... Összebeszéltetek, azt gondolom, hogy valamiféle... Egy picit igen, de nem. De nem, én csak tudok menni a Janival, én ezt szeretem, hogy ő megy. De ez hogy van, mindig egy picit unatkoztok, és akkor az a dolog, hogy akkor oké, jó, hát akkor valamivel szívassuk meg Balit, mert neki úgyis annyira jó. Hát ez tulajdonképpen úgy van, hogy tegnap nagyon siettél meg az elmúlt hetekben a forgatások, mi meg ott üldögéltünk kettőkben. Mivel lehetne még ezt a kis, mivel lehetne még ezt a rohadékot megszívni? Jó, ez előre el kell mondanod, hogy mi vagy először igent kell rámondanom, mert ha nem mondod el előre, nem biztos, hogy igen mondod. Szerintem mondj igen, biztos. Nem mondok bármire igen. Figyelj, te annál tökösebb vagy szerintem, mint hogy most így előre meghallgatod, hogy miről van szó, és azt nem döntöd el, hogy igen vagy. Nem mondjál igen. De várj, amikor Ferivel fogadtunk, az egy kész, az egy átlátható, egyértelmű dolog. Igen, volt. Ha rágyújtasz, ez történik, hát, ha nem gyújtasz rá, az történik. Most nyuszi vagy meg. Legyen nem vagyok. Egyszer ebben a műsorban vállad be, hogy mész előre. Gyerekek, csak mondom, hogy alkoholista lettem, kopaszra borotváltam, olyan gépszárnyán ültem, tehát azért csak
Tegyük azért finoman ezt idézőjelben, mert azért érted, azért Bali is, azért Bali is azért bevállaltam dolgozat. Az aranyalkomba is ezt fogod még tolni, ezt kezdett a gép szárnyán ültem. Kiültem egy ankettes szárnyára, basszus. Kiültem a gép szárnyára, hát igen, jó, kiültem. Mondjak valamire úgy igent, hogy nem tudom, hogy mi az. Szerintem tudod, ez nagyon bátor dolog, mert tőled meglepő módon. Nem lesz kemény, nem lesz, érted, semmi félelmetes, szerintem csináld meg. Bevállaltam a mindennapi szexet, tehát én is vállalok ebben a műsorban. Jó, azért nehogy úgy kezdjük, hogy te kezdted el a mindennapi szexet, mert jövő héten már ez lesz, hogy én behozta adásba. Egy fantasztikus tudományos kísérletben én is részt vettem, ahol egy napig bírtam, mert azonnal elaludtam, Feri hatnapos tapétaboltját átvettem egy napra, ezért vállalok. Vállalok én. Jó. Bemegy, belemegyek. Na, ez mibe? Jó. Ja, nem tudom. És mondom, ez... De mondom ezt úgy, hogy ezzel igen, azért te nem élhetsz vissza. Ez nem igazi bátorság még, tehát hogy csak mondom, az igazi bátorság az az lenne, hogyha mondjuk a Viki szemmel láttál a live jazzmineznél. Az az igazi bátorság. Az, na, az igazi bátorság, mert igen, csak akkor agyom verne egy kegy elhasznált éjszia. Jó, oké, belemegyek, de mondok még valamit. Úgy megyek bele, hogyha nem tetszik, kijövök belőle. Hát ez nagyon kemény. Hú, de oda dobtad? Jó, elvállalom. Jó, oké. Na mondd, mit találtál ki? Jó, belemegyek. De ha valami nagyon aljas, abból kiátrálok. Nem csak meg bármit. Sose volt aljas olyan. Ez gonosz kis rohadék. Hát itt ül, érted, mi már elmegyünk dolgozni, meg nem tudom, hol, itt ül és furmákol. Kis gonoszság. Fókuszpok, hogy itt is. Királyok, királyok, kutyasnyek ki. Már csak meg van. Igen. Lány, de gonosz vagyok, lány, de gonosz vagyok. Na mondjál. Alapjában ezt csinál. Na belemegyek, de fenntartom a jogot, hogy azért mondjak egy erősen, de oké, elfogadom, mond. Mit szólnál egy saját Facebook oldalon? Ez az! Igen, jó! Jó, ide, jó. Nem csak saját Facebook oldalon. Mert én elmondtam, hogy én nem szeretem a Facebookot. De nem te a Facebook a számomra egy ilyen virtuális boldogság verseny, ahol te boldogan versenyzel, hogy kinek a jobb. Akkor te most csak boldogtalan dolgokat teszel hogy neked van ilyen szar. Én nem akarok ebben részt venni. Én tudom, hogy erre manapság már szükség van, de nekem ez nem hiányzik. Nem kell. Én ezzel jól el vagyok. Ez nagyon szimpatikus, nagyon értelmes, nagyon intelligens érvelés, de ezzel már igen mondtál. Tehát csak elfelejtelek. Egyrészt. Az előbb igent mondtál erre a dologra. Másrészt azt nem mondtuk, hogy olyan fogunk adni, ami neked kell. Ez a hallgatóknak fog kelni, a te rajongóidnak. Nézd meg, hogy ott vannak a kamu Facebook profiljai. A kamu Facebook profilomban vannak 60 000, csak mondom. Valami pattanásos tíz szerkeszti az Anok is róla. Még mielőtt befejeznéd a mondatot, a zsűrben már nem tudunk vágni semmit. Tehát előbb vágom le a saját kezemet, mint hogy én egy kis szamócás joghurtos reggelit kiposztoljak a Facebookra. De majd akkor nem vagyok hajlandó. De te azt fogod kiposztolni, hogy megint elcsesztem a kávémat. Láttatok már ilyen rosszat? Érted? Te ezeket teszed ilyen, ki. Ilyen alapvetően szép emberi dolgokat, amikre mindenki kíváncsi az országban, hogy mit tudom én, lefotózod a csupasz lábszáraidat, hogy egymás meg vannak téve, mellette egy üres olyan papírgulig, és azt írod rá, hogy nagy a baj. Segítség! Ja, hogy képzeled el? Jó, oké, tehát mi van a fejedben? Van egy oldalam, igen. Valami mi a fogadás tétje, vagy miről szól a dolog? Tehát csak erre igent kellett mondanom, de mi a tét? Figyelj, össze kellene hozni szerintem azért. November most a végéig beszélünk? Tehát november végéig? Igen. Tehát mondjuk november közepéről beszélünk. Figyelj, csináljuk úgy, hogy mondjuk azt mondod, ki akarsz belőle hátrálni. Tegyük azt, hogy csináljuk hagytál meg egy azt, hogy így van, hogy mondjuk egy bizonyos minek hívják ezt, like szám, vagy támogató, vagy csatlakozó, vagy minek mondják ezt fel? Csatlakozó, te analóg! Nekem nincs, és nem is lett. Én nem vagyok olyan hülye, hogy is mire rábolincsak. Jó, de én is előbb bolintottam rám. Okay. Hát, ha ügyes, hogy az lesz a fogadás, hogyha elérted azt, amit szeretne a Jani, akkor neki is kell egy Facebook oldal. Az a baj, én már nem tudom. Követő lájkolom, mondjuk így. Követő lájkolom. Jó. Okay. Ha egy bizonyos számot követőkben elér, igen, akkor maradsz, és posztolgatsz. De rohadék, tehát ha elérek egy bizonyos számot, akkor nem törölhetem igen, magam. Akkor egyáltalán nem törölhetem magam, vége. Akkor a kötelességed, hogy ezt a dolgot, ezt az oldalt, ezt tovább üzemeltest. Jó, de ha viszont nem érem el, igen, akkor törölhetem magam még november közepe előtt. Mondjuk igen, az utolsó adásban ünnepélyesen törölhetem magam. Mondj egy olyan számot, amit lehetetlen elérni. Mert akkor úgy megyek bele ebbe, neked? Hogy igen. Tehát mondj egy hát olyan számot, amit... 15 millió. Jó, 15 millió. Tehát találjunk egy olyan számot, segíts nekem, ne árulj el. Fie, 2 hónap... Janival vagyok. De rohadjál. Csendes, hogy végre nem én szívok. Na, hát fie, 2 hónap van addig, szinte napra pontosan. Azt gondolom, hogyha megcsinálod a 300, 250-300 ezernél...
400 a 400 ezeret. Nekem nagyon jó, mert a 400-at nem csinálod nem meg. Tehát az, bólítsatok rá 400-ra. Az, ami nem vagy rutinos Facebookra, azt nem csinálod meg. Kevesebbet kell mondani. Én szerintem megcsinálsz 250-et simán. 250 ezeret, úgyhogy hát nyilván segítünk azért. Tehát én hajlandó vagyok pénzt áldozni a hirdetésedre. Ti, akik velem vagytok, és szerettek, és ismeritek a munkásságomat. Mostantól kezdve nem lájkolhatjátok. Meg lesz majd az induló oldal. Mondom, aki velem van, az most unlájkol, jó? Vagy diszlájkol, vagy nem jelölve. Figyeljetek az enyémre is, mert folyamatosan fogom hirdetni a barács oldalát. Jó. Rohadjatok meg. Kedves, hogy mondtad, támogató? Minek hívják? Az követő. Kedves követők az unofficiál oldalon. Vagytok, vagy 60 ezeren, én megnéztem. 3-2-1-re cuccoljatok át, majd létszi. Ha meg lesz. És már 60-nal beljebb is vagyunk. Hát csak ugye az igazság az azért tartozik ez is, hogy nézzük meg például ezt a nem hivatalos oldalt, 60 ezeren vannak rajta. Össze fog ez jönni. Jó, viszont ha nem jön össze, igen? És én mindennek fog tenni, ne jön össze, akkor november 18-án, talán igen, akkor az utolsó adásunk, én törölhetem magam. Törölhetem. Tehát ünnepélyesen törölhetem magam. Tehát jó. Nekem akkor, az nagyon fontos, hogy azt írjuk elő, hogy mennyi napi egy posztot ki kell tegyem. Tehát az nem lehet, hogy csak megcsináljuk az oldalt, és tök uncsi vagy két hónapon keresztül, tehát napi egy poszt kötelező. Ugye? Napi egy poszt. De fogom napi egy ezt. Posztot azért vállaljon óránként. Be. Napi egy. Gyerekeket. Nem tudom, óránként, nem vagy Bruhin Réka, vagy Kassa TV, nem is akarok az lenni. Tehát, hogy számomra ez egy teljesen ismeretlen és idegen. Napi egy poszt, ez elég lesz? Napi egy poszt, az már jó. De bármi lehet? Nem, átvett a dolgot. Ilyen posztok nem lesznek, hogy izé, hogy igen, hogy megy fel a dollár ára. Tehát ez nem. Harangvirág, be igen, meg. Igen, tehát kamatot emelt a Fed. Saját képpel ellátott tartalmat kell csinálod hozzá, hogy itt van a izé szar lett a kávén, puff, ezeket föltetted, az ér, átvett tartalom nem ér. Jó, tehát napi egyet kell csak csinálnod. Saját exkluzív tartalmat tehetsz. Hát az exkluzívot nem mondjuk, mert azért az nehéz lesz. Miért ez mit jelent az a szó? Hát na ez az. Az esetében. Drága hallgatók, most egy kicsit velem vagytok, és én azért bízom benne, hogy megérzitek, hogy ebben a műsorban kinek van igazán nagy szíve, és ki a gonosz, és ki áll az erős sötét oldalán. Most jöttek velem ebben a dologban, és elengeditek ezt az oldalt. Igazából mind a kettő jól járunk. Ez nincs. Mert ez az oldal nincs. Ha összejön a követők, ugye azt mondtad, tehát hogyha összejön ez a 250 ezer követő, akkor mi Ferivel jól járunk, mert onnantól kezdve te leszel majd egy picit ugye rossz végén a szerszámnak, és akkor üzemelteted ezt az oldalt. Ha meg nem jön össze a szám, akkor meg majd... Akkor törlöm. Nem, akkor meg majd megírja a Bors, hogy milyen szánalos a sebesség. Igen. Te rohadék, ezt egyébként aljasan kitaláltad. Ez egyébként duplán aljas. De nem tudom, tehát aljas üzemeltetni utána, mert hogy erőtom van tőled, az Insta, nem tudom, egy-két hete nem volt fönt friss kép, tehát nagyjából azért így tudok a drága instás közönséggel foglalkozni. Jó, tehát 250 ezer. Savany a szőlő Sebestyé Balázsnak. Sebestyé Balázs durcásan távozott a Facebook. Igen, törölte magát. És úgy, hogy már a rádióban se tudsz rá reagálni, tudod. Tehát tovább, mert 20-án fogja a Bors majd megírni, hogy Sebestyé Balázs durcásan elhagyta a Facebookot, mert nem jött össze neki a 250 ezer. Jó, ne írjátok már meg, hogy nem lehet letörölni soha az életbe, csak fölfüggeszteni. Ne trollkodjátok mi már az, meg az akciót. Mi az, hogy nem lehet letörölni? Nincs, ez rossz információ. Ez így önmagában, ez nem igaz. Érted? Ez egy rossz információ. Hagyjad. Mi az, hogy nem lehet letörölni? Tehát itt úgy döntesz, akkor te nem jöhetsz le a Facebookról. Facebook téged nem enged el. De fel lehet jelenteni majd. Úgy de jó lesz a szilícium völgyben, nem tudom, Kaliforniában angol leveleket írogatni, hogy vegyenek le a Facebookról. Hmm. Jó, de ezzel nem kell foglalkoznod, akkor fölfüggeszted, akkor mondjuk így. Mert angolul az már érte, törlés az nem ugyanaz. Tehát, hogy ők fölfüggesztik, így mondják. De a posztokban nem szóltok bele. Hát később nekem az nem. De én, hát később szerintem nem, ez jó, be. Ez így jó. Jó, hogy később nem. Elején azért szeretnénk, ha lehet. Mert amatőr Facebookos vagy, hiszen nem használtad igen. még. Hát hadd legyünk mi segítségedre. Jó. Vagy nem mi, a hallgatók. Akkor most finoman kapjátok be, egy posztot engedek. Egy posztba beleszólhatok. Eldönthetitek, hogy mi legyen az első. Nem. Egy posztba beleszólhatok. Tehát, hogy az első. Az első posztot eldönthetitek, mire utána nincs belepofázás, mert az nem legy bali, akkor tegyél egy Mastercardot a segedbe, és akkor pucsicsátának. Azt megcsinálod magadtól. Tehát nem lesz ilyen. Az első posztot megmondhatjátok, hogy mi, vagy a hallgatók, vagy bárhogy, de utána nincs. Jó, utána én posztolok. Várja, és nem posztolok napi egynél többet.
De a napi egy se kötelező. De jó, napi egyet kötelező. Egyet kötelező posztolni, plusz egy bölcsességet, ahogy írja egy hallgató. Egy bölcsesség minden nap? Igen. Ne legyen már ilyen. Jó, de az ilyen karikatúra jelleggel fogok. Jó, a szokkészt megoldom. Jó, akkor jó, napi egy bölcsességet. Na, akkor az első posztot mi határozzuk meg. Igen. Hogy az mi legyen, mi határozzuk meg a képet, tartalmat. Hallgatókat ne vonjunk be. Júj. Szerintem, figyelj, azért ez nem nekünk készül ez az oldal, hanem a hallgatóknak is. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy ők milyen pózban, milyen ruházatban, vagy esetleg ruházat nélkül szeretnének. De ez már alja. De ez már alja. Ez korrekt. Írjátok meg, hallgatók, és a legjobb színet majd kisorsoljuk, természetesen, és kihúzzuk, és akkor Balázs csinál magának egy kicsi-kis hátrahúzott kis kukikát. Én azt mondom, hogy nem arról teszi az ember. Nem posztolok, nem posztolok mesztelen képet, én nem látom magamat utána kifotózva valamelyik bulvárlapba, hogy állok mesztelenül, nagyon nyomorultul. Igen, Ádám kosztümben. Jó, az első. Oda kell írni a minden képethez, hogy saját szerzőjogi védelem alatt áll, és csak akkor lehet, ha te engedélyezed. Van ilyen? Persze, meg lehet csinálni, igen. A Facebookon odaírja, csak nem veheti át a bulvár. Facebookon is lehet, vagy most már lehet olyat csinálni, hogy így ráteszed, hogy Sebestyén Balázs. És akkor kész. És akkor mi nem veszi át a bors? Akkor úgy nem veszi át, mert rá van írva, tudod, ilyen keresztbeírással az egész, aha, és neki nem jó. Azt gondolom azért itt még valahova fejlődne. Hát ez lesz egy komolyabb összeg a tanfolyam, mire kinevelünk, de hát semmi baj. Jó, 250. 250. 250. Jó. Oké. Okay. Jó. Fürdőruhás fotót fáj be. Szerintem a Wiki fürdőruhájában menő. Balázs menekül nem lehet törölni. Lehet! Ne üljél fel mindenféle hülyeségnek. Jó. Jó, egyébként nem ízom, mert nem fogják lájkolni, tehát szeretnek engem. Azért ez egy érdekes dolog, tehát szeresd, vagyis ne lájkold. Igen, de igen. Szerest, ezért lájkolod. Szeres úgy. De nem, szerest, ezért ne lájkold, ezt kérem én. Aha. Hogy hagyjatok békén. Pont szembenész az egésznek a filozófiájával. Ez jó, ez jó. Ja, a kereskedelmi tartalmat sem oszthatsz meg rajta. Mi a kereskedelmi tartalom? Akkor... Semmi, nem reklámozhatsz rajta semmit. Hát akkor Kassa Tibi, hogy van még életben? Kérem. Ja, az nincs más az oldalán, csak kereskedelmi. Nem. Nincs más az oldalán, csak kereskedelmi tartalom. Csak rólad szólhat. Ez csak rólad. Tehát csinálni csinálhatnád, de ugye majd ezt... Ja, hogy én nem oszthatom meg. Igen, november után csinálhatod. Ha megmarad. De mire gondolsz, hogy egy cvakunikumot, és akkor fölrakom a cvakot, és akkor kérek tőlük, vagy egy omnia kávét, és akkor fölrakom? Ilyenek nincsenek. Majd figyeld meg, rájön az ízére, és azt lesz a képeken mindig valami. Jó. Balázs bárhova elmegy, pókjárásba mutassa meg. Jó. Pókjárásba a képeken. Istenem, de jó lesz az. Írja akkor... egy hallgató, kész van, már lájkolnak. Aki szeret velem van, az most ezt az oldalt még kiadja. Jó, elmondjuk, hogy gyorsan mutatjuk a beszopot, csak utána megpróbáljuk elindítani. Jó, de olyan kereskedő tartalmat ad például, azt értem, hogy nyilván lesz majd 20-30 darab ilyen poszt, hogy ott ülsz az üres rozés üvegek között, de a címke nem látszódhat. De örülök nektek. Tehát, igazából lett egy Facebook oldalam, és akkor is lettem a mai adásban. Csak magamnak köszönhetem. Na jó, oké. Jó, 250 fölírtuk. Mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, aztán még visszatérünk erre. A Pittékről beszélgettünk, ők elválnak, szegények. És azt próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy Angie úgy döntött, hogy elválik, és kiderült, hogy Brad Pitt talán kicsit sokszor húzza meg az üveget, ráadásul marihuánát is szív, és emiatt ők elválnak, és aztán megpróbáltunk a saját életünk és Brad Pitték élete között párhuzamot vonni. Ami úgy sikerült, hogy az én életem és Brad Pitt élete között vontunk párhuzamot. Erről beszélgettünk, de mi sajnáljuk őket, szerettük őket, valamint fura utasokról is, mert hogy elmeséltem egy történetet, hogy mit láttam egy volánbuszon, egy ember húzockodott, fekvenyomott, és fura utastársakat kerestünk, rengeteg hallgatónk szólt hozzá a témához, mindenki megosztotta velünk, hogy az ő társuk, az ő utazó társuk milyen furcsa dolgokat csinál tömegközlekedésen, úgyhogy ezt most újra meg is mutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy perc van, pontosan 10 óra. Hello, öten vagyunk, hajrá! Tessék? Ez az, adjatok! Hajrá! Hajrá, Sebestyén Balázs oldal! Már van két lájkod, és 5 követőd. Na, de akkor 5 ember, aki nem kedvel valójában. Uh-huh. Mert most az fog beklikkelni, vagy az fog lájkolni, aki ugye azt akarja, hogy megmaradjon az oldal. Megvan, aki kedvel, az nem lájkolja ezt az oldalt, drága hallgató. Ha velem vagytok, kihagyjátok az oldalt. Csabi, hello, jó reggel! Ott van! Várják, keresem én is, nyomom a lájkot. Mi lett a felirat, vagy mit csinál?
egy gyönyörű kis... Viki csinálta, de hogy én nem... Mondom, nem. hogy mit kell keressetek, tehát Sebestyén Balázs nagybetűvel, uh-huh. és egy középső ujjat mutató kéz a klasszikus foltoddal, egy üveg rozéval a kezében. Ha már alkoholista lettem az adásban, és ott van, hogy official, vagy hogy közszereplő? Vagy? Közszereplő, uh-huh. annyi van beírva egyelőre. De van 16 unofficial, tehát hogy... Ezt most értem egyébként, hogy ez hogy üzemeltetik, vagy ezt kik csinálják. Ezért kell majd olyan posztokat feltönünk, amiket ők nem tehetnek fel. Tehát, hogy... Jó, drága hallgatók, van annyi szép oldal. Persze. Elindult a játék. Szaljátok le őket. Itt van Balázs és Vadonatúj. 250 ezer embert keresünk, akik nagyon szívesen becsatlakoznak, hogy mi, követő? Követővé válnak. Nagyon-nagyon fogunk neki örülni. Tényleg, az a durva, hogy beírtam, hogy Sebestyén Balázs Facebookod a Google, és kiadta már. Tehát megkiadja. Ott vagy. Anya, ha hallasz, lájkol. Móni, ha egy kicsit kedvesz, hagyd a fenébe. Jó? Annyi szép oldal van. Csabi, hello. Jó reggel, szevasztok. Most kerültél fel a Facebook? Nem, de rohadék belerángatott úgy egy fogadásba, hogy én igen mondtam, majd azt mondta, hogy ha november közepéig meg lesz a 250 ezer, nem törölhetem magam. 516-an kedvelük, bocsánat, hogy szabad bántam. Jó, az még semmi. Ha meg lesz, akkor meg kell tartanom, és november után üzemeltetni a saját Facebook oldalt. Tehát én azon dolgozom, hogy ne legyen meg a 250. 300 ezeret kellett volna mondani. Nem fogod megakadályozni. Ez 250 nem jön össze. De. 250 ezer két hónap alatt. Nekünk van 300, mennyi? 360? 386. 10 év alatt, vagy 8 év alatt. Tehát az majd az rájössz. Az egy szép szám. Jó, az első néhány hozzászólnak Tibor Tipcsinek, Szécsi Donátnak, Puskás Eninek, Kalmár Ágnesnek, Cegédi Zoltánnak, Gyetvai Attilának. Nagyon szépen köszönjük. Az a durva, hogy az unofficial oldala megveri a saját oldalak. Ha nem sokáig megvegyem. Mert hogy ott 60 ezeren vannak, egy sima. Nem tudjuk, hogy ki csinálja. Azon a 60 ezrem van. Át fognak tudni. Jó, de hát az összes Morning Show kedvelő most oda fog menni, rá fog kattintani, persze. Terjed nagyon. Nem, ide csak az jön, aki nem kell. De ezt ők nem ezt a részét már nem hallják meg, érted? Uh-huh. Rabuszi Robert írta most, hogy csak is szereted. Így van, adjatok neki, csináljátok. De rohadék vagytok. Na jól van. Oké, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán elbúcsúzunk. Csak mondom, hogy... Ezen a számon előfizető nem... 1713. Ja, gyerekek! Hát figyelj, végül messze csak... van még. Messze van még. Hát 1700 vagy 250 ezer azért. Tehát ettől még nem esem pánik. Végül is 6 perc alatt 1713. Számoljunk csak utána. Már több van, mint Kárász Robinak. Mire bősz az autó. Jogos. Nem, neki valami 3000 valamennyi van. Szerintem meg leszel az adás végére. Nem bántjuk Robit, kedveljük a Robit, nem bántjuk, szeretjük. Puszíjuk. Már meg is osztották többen. Morning show. Ó, hát ritkán van. Hello. Hello. Ciao, hát nagyon ritkán van női naphallgatója. Hát köszönöm, szépen nem gondoltam volna. Nagyon bizonytalanul vetted föl, féltél, hogy esetleg nem? Igen, kérdeztem a kolléganőmet is, hogy vajon felvegyem, úgyhogy morning show. Hallottam egy ilyen morning show. Gondoltam, belehallgatok egy kicsit, hogy hallom a hangotokat. Hogy hívnak, nem írtad alá? Jaj, bocsánat, Eszter vagyok. Eszter, hello, hol hallgatsz minket, Eszter? Budapestről. Nagyon szerettük a Csokitanadu SMS-et a Vacsigaradu című dal alapján, ugye arról beszélgettünk, hogy ki hogy írt angol kifejezéseket, szavakat, mondatokat kazettára, meg hogy kért diszkóban számot. Úgyhogy te vagy a naphallgatója, Eszter, és küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Csokitanadu. Puszilunk. És lájkold majd Balázs új official oldalát. Nem, ha kicsit kedvelsz, és érted, akkor nem lájkolod, mert nem akarok fönnmaradni a Facebookon. Ne lájkold, lájkold a Feri oldal, annyi szép oldal van tényleg. Az legalább hasznos, ott vannak jó dolgok, a Feri föltölt hasznos dolgokat, recepteket, egy csomó mindent. Hidd el, hogy ott olyan csodát látsz majd azon az oldalon. Nem maradj ki belőle, dübörög az oldal, 8 perc alatt 3035-en. Na most már tudjuk meg a Kárász Robit. Aki szeret, nem lájkolja. Jó, puszi neked, csáó. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, ne árulj el, legyél velem, ne árulj el. Szia, Eszter, csáó. Hello. Az mennyi, 250 ezer, hát gyakorlatilag 10 perc alatt csináltunk közel 4000-et, nagyon szuper. Uh-huh. Azt kellene, hogy mondjuk 10 000 lájként kellene egy posztot kirakni, valahogy így kellene. Már sajnos apró betűs, ebben már nem mentem bele, uh-huh. Most már nem szivatok rommá. Mondjuk, nem mindegy, hagyjuk is, már nem, úgyis meg kell nézni most oda. Ekkora rohadék vagy. Csabi, milyen zenét lesznek? Mondani gyorsan. Rúzsa Magdival találkoztunk ugye múlt héten pénteken Ajkán, és most vasárnap ő lesz a Klassz 40 sztár vendége, a hét sztári, úgyhogy tőle hozom most az Ér hozzám című dalt. Jó kis dal az, ne, hát meg őt nagyon kedveljük.
Őt nagyon kedvesen. Egyetlen egy rövid történet, a félreértett dalok meg ki mit, hogy ír, hogy még a Danubius időben volt, amikor Cserháti Zsuzsa érted mondok imát én című dalát játszottuk, és ebben a énekli, hogy I love you baby, és egyszer betelefonált egy néni, és azt mondta, hogy szeretném kérni ezt az I love you baby-t. Ne! Ne! I love you baby. Tönklábú. Mert amikor így bekerülnek angol vagy külföldi kifejezések a magyar szövegbe, akkor valahogy ezt értelmezni kell. Ő ágylábú bébit hallott. Na jó, van Csabikám, jó munkát neked. 555-55-00 a telefonszám, úgyhogy kérjetek Csabitól dal. Jó? Mindenki másnak jó lájkolást, 3712 ember. Ennyi csak annak, amíg nem volt meg neked, egyébként is munkaköri kötelességed. Tehát ne felejtsd el, hogy miért tartozol Balázsnak. Miért lubickolsz a kárörömben? Tehát hogy miért érzem azt, hogy te ezt szereted? A káröröm majd a végén lesz, tudod? Ez most még csak kicsi. Ne esze még a 250. Több oldala van, tehát üzemeltet többet, az mindegyikről be tudja lájkolni. Érted? Én nem. Nagyon jó. Nagyon jó, tehát akinek van céges, én is most az étteremről már nyomok rád egyet saját magamról, tehát így szépen. Jó, egy lájk, egy megosztás marad. Így is van. Persze, 4223. Srácok, holnap pedig szavazás a hallgatóktól, hogy mi legyen az első exkluzív tartalom. De csak abba szólhatok, mert abba mentem, hogy egy posztot. Az első poszt. Addig ne posztolj semmit, nem tudod, hogy kell. Csabikám, kiváló munkát kívánok neked. 555-55-00 a telefonszám, jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Ciao, ciao! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.